Estét egy ilyen nagyon régen volt olyan, hogy én csináltam a Puzsérnak a távollétében aput, és most erre megkért engem a Mika. Annyira nem volt hozzá kedvem, de hát jó, hát így alakult, hát így alakult. Robi egyébként, Robi barátom Thaiföldön és Kambodzsában van. És mondta, hogy megnézi Kambodzsába a Vörös Khmer múzeumot, tehát a polpotista népírtásnak az emlékeit. És ez annyira kurva jellemző rá, mert hogy ha valaki megy Kambodzsába, akkor megnézem, biztos, hogy megyek, és az Angkort, azt a középkori romvárost, meg a hatalmas Buddha szobrokat megnézem az őserdőben, nem, kambodzsai népírtás. Azért vágjátok, szóval ez teljesen apu, azért iszik, mert te sírsz. Úgyhogy remélem, hogyha az olyan fog róla beszélni. Jó, tegye fel a kezét, aki ezt elhiszi, hogy a Robi megnézi a kambodzsai népírtás emlékülőjét. Ki? Egy ember. Ó, Jézus. Hát, talán az egy harmada. Talán az egy harmada. Gondolja azt, hogy a Robi Thaiföldön és Kambodzsán az idejét és a habtestét azt a kambodzsai, vagy a Vörös Khmerek áldozatainak a szobránál fogja mozgásba hozni. A barátnője a szálló marad, őt pedig viszik a koncentrációs táborban. Tehát az a... látod, ennek lenne? Ja, el is felejtettem bemutatni a vendéget. Gödri Búcsú, a Robinak egy régebbi barátja még, mint egy én nagyon vagyok. Régi, egy nagyon-nagyon régi. Tehát én a Robit kb. Csak 12 éve ismerem, ő meg mit tudom, együtt voltatok, ovisok, vagy nem? Na, mindegy. Politikai értelemben mindenképpen, tehát ők azért nagyon sok milyen szélső közép, meg egyéb dolgokat csinálták együtt. Na, tehát mi mindannyian ilyen nagyon régi elvtársak vagyunk. A Búcsút a Robi részéről ismerem. És most olyan kurva izgalmas témával jöttünk, mint a magyar választások. Természetesen nem erről fogunk beszélni, noha ezt hirdettük meg. Innen indulunk, aztán ilyen mélyebb, kicsit filozófiaibb, meg globális válságtémák felé fogunk evezni, de azért kezdjük a unalmas választásokkal. Hát kedves Búcsú, mi a véleményed? Ez a legrosszabb, mi? Szóval nem. De most értitek, most magamat próbálom szórakoztatni egy kicsit. Tehát erre gondolok, hogy választások. Sikerült? Ott halok meg, érted, és beleolvadok a padlóba az unalomtól. Hát most közelednek a választások, áprilisban lesznek, érted, és hogy mi a tétje a magyar választásoknak ez a... Jó, van-e itt, aki nem tudja, hogy kire fog szavazni, vagy vannak itt, ezek a rejtélyes bizonytalanok. Na ez kurva jó, ez eszembe se jutott. A geci kultúrkocsmáknak a mélyén füstölgő, rejtőzködő, sorosista geciládák, azok így... De azok így, tudják, hogy kire így, szavaznak, te most nem, arról, nem azokról beszélsz. Jó, de azoknak már ezek a nem fizetett ügynökök, tehát nem a elsődleges ügynökök, van ilyen is. Tehát az ingyen van, ügynök? Nem, persze. Hát ez úgy működik egy rendet titkosszolgálatnál, hogy mondjuk 5 ügynökre, aki fizetést kap, jut kb. 50 ember, aki nem kap fizetést, csak ő elhiszi a kibaszott ideológiát, ami a sztori mögött van, és ő igazi elfűségből hülye. Na, tehát, ki az, aki nem tudja, hogy kire fog szavazni, rakja fel a kezét? Bazd meg. Zsenge. Hát akkor, okay. Biztos ki az, aki a Fideszre fog szavazni? Fidesz szavazókat kérek! Az kora troll vagy, de tényleg? Gyula tényleg? Bátor. Ő legalább vállalja. Na, Orbán, én csak or. Tehát én nem a Fideszre nem tudok szavazni, bazd meg. Hát a Fidesz az egy geci korrupt párt. Bocs, figyelsz, Búcsú? Én figyelek. Volt egy ismerősöm, aki azt mondta, hogy ő Orbánra szavaz, de a Fideszre nem. Ja. Tényleg? Ja. Esküszöm! A nagyanyám az meg úgy kezelte a mikrosütőt, hogy úgy kezelte, hogy ez az óra, tudod, ez ami így ketyeg így visszafelé, így egyenesbe áll, az a nagyanyámat zavarta, hogy ez így mozog, és mellé a másik állító, amint pedig az erőt, az áramerőt, vagy mi a faszomat így állítod, a hőfokot, vagy a faszt, az nem csinálja ugyanezt. Úgyhogy a nagyanyám az így mesterségesen így húzta mellé. Mert a dolgokat. Tehát így vannak ilyen emberek, tehát hogy vannak ilyen edukált választók, ez kétségtelen. Na, jó, hát
Gecire kurvára érdektelen az választás, természetesen kurva nagy a tétje, a faszom a tétje. Ne beszélj rondán. Nem, bocsánat. Nem vagy Puzsér. Bocsánat, tehát nem vagyok Puzsér. Hát mióta nem vagyok Puzsér? Alacsonyabb vagy például. Ne, a Puzsér nem Gödri. Nem a Gödri nem Puzsér, várj. Na, köszönöm szépen, köszönöm. Egy igazi rajongó. Telefonszámcsere, ilyesmi. Facebookon azért jelölgessük egymást. Jó, szóval. Na, jó, tehát igazából ennek a kurva rohadék, tehát ennek a nagyon szép és kifinomult és intellektuálisan magas röptű választásnak az lesz a tétje, hogy a véres geci orosz érdekövedethez tartozni kívánunk-e vadul, vagy nem, de most ki nem, oké, kinek mondta most újat avval, hogy ez a választás tétje, hogy KGB ügynökök továbbra is itt parádézzanak Magyarországon, illetve 2 kilóért továbbra is eladjuk-e Magyarországot az oroszoknak, vagy nem. Ki az, akinek ez új információ? Nem baj, azért vagy, hogy tanulj, azért hívtad apát, mert apa nem csak iszik, de apu, tanít is. Apu, nem apa. Neked apa. Neked apa, ha leérettségizel, akkor majd apuzunk. Egyelőre apa. Kicsit végigvenném a pártokat. Oké? Okay? Mert hogy az orosz érdekszféra az maradjon második körben. Ezzel kapcsolatban is vannak nekem azért kételjeim, de mindegy. Majd azt mondom később. Tehát ennek a választásnak eleve, most kezdem onnan, hogy értelmiségiek aláírtak, még mindig dívik az, hogy értelmiségiek úgy gondolják magukról, hogyha ők aláírnak valamit, annak van valami társadalmi súlya. Ennek már réges-réges semmiféle társadalmi súlya nincs, de hát mindenféle értelmiségi aláírt nemrég egy olyan levelet, ne petíciónak nevezük levelet, ami arra szólítja föl az ellenzéki pártokat, hogy álljanak össze, és léptessék vissza egymás jelöltjeit, és akkor a Fidesz kétharmada, sőt a Fidesz győzelme megakadályozható. Ne adj Isten, még a Fidesz kétharmaddal is legyőzhető. Most túl azon, hogy ennek nagyon sok realitása nincs, vegyük végig, hogy és egy picit most ne a belpesti értelmiség, ne a romkocsmás értelmiség fejével, hogyha ezt meg tudjuk tenni, hanem mondjuk egy átlag magyar választópolgárnak a fejével, hogy elmegy szavazni. Nagyon sok, az ellenzéki oldalon az a baj, pontosabban az ellenzéki értelmiségi oldalon az a baj, hogy ilyen teljesen ilyen megkérdőjelezhetetlen alapigazságnak veszik, hogy hát Orbánt le kell váltani, és hát mivel le kell váltani, ezért kell, hogy összefogás, és ez, oké. Tehát, és arról szólnak a televíziós kerekasztal beszélgetések, meg a ilyen, ahova szoktam néha én is menni, mert hívnak, csak én ott fura dolgokat szoktam mondani, a Kálmán Olga műsora, hogy ott megjelennek itt emberek, is fura dolgokat szoktam és mondani. Akkor itt is fura dolgokat, így van, ezért ez az apu, ott megjelennek emberek, és arról beszélnek, hogy ha, tudod, ilyen, mint a sakk, nem is sakk, tehát hogy szokták ezt, ezek a játékok, hogyha ennyi pontot gyűjtesz, és annyi pontot gyűjtesz, ha ez visszalép, de az visszalép, és akkor tárgyalások, és akkor a Karácsony most az MSZP-nek az elnöke, és akkor a nem tudom ki, és ilyenekről beszélnek, egyrészt olyasmi egy kicsit, mint a szappanoperák, de ezek az ilyen brazil szappanoperák, tehát hogy a Esmeralda megcsalja a, mit tudom én, Don Diego-t, és akkor az utána szövetkezik a nem tudom kivel, aztán utána azok is megcsalják egymást, és szövetkeznek, és akkor alakulnak a szerepek, és ez megy az ellenzéki pártok között, és erről folyik a diskurzus. Az ellenzéki oldalon, meg az ellenzéki sajtóban. Plusz ezekről az ilyen, megjelennek az ilyen Török Gábor-szerű ilyen
szakértők, és akkor ha ez visszalép... Törő ha ez Gábor, ide... bazd meg, hát Kéri Lászlók másznak elő a kibaszott jó, Kellék raktárából a kibaszott Kálmán Olgának. Igen, igen. Hát a Kéri László, bazd meg, várját, az egészen, egészen pontosan a Kálmán Olga Kellék raktárából lakott az elmúlt 8 évben. Ott volt mellette a Németh Péter, meg ott volt... Tehát vannak olyan emberek, akikről egészen biztos volt, hogy nem léteznek már. Tehát, hogy így ki de látod, léteznek, és tehát biztos, és hogy Kálmán birtokában van az örök életelicérének tanulhatsz az intellektuális, a megfontolandó emberek köré, mint Horn Gábor. Azért voltak itt nagy kafkai fordulatok, amikor a Horn Gábor először bemászott a stúdióba, én azt hittem, hogy hirtelen egy repülőkoncertet is kapunk háttérnek. Hát olyan hát annyira volt abszurd, hát most nagyjából minden, ami ebben az országban történt. Tehát, amikor ezek között a fontos emberek között világos. Fontoskodtál a Kálmán Olgánál, akkor... És ingyen, bazd meg. És ingyen. Na, szóval az a jó. Még ingyen, még az a legalább a Bayer, bazd az elaljasodás ízért, ezt már sokszor szoktam használni, szóval érted? Ezé vagyok, nem is gurmé, hanem konasszió, tehát az a aj, van valami jó penetráns öröm kurva. Dög íze, amikor messziről, mert jársz az erdőbe, és akkor érzed, hogy fölakasztottak egy kutyát, és érzed az illatát, és már mész a dög felé, érted? Tehát én is így érzem, persze, de ez egy perverz élvezet, de most nem erről akartam beszélni, hanem arról, hogy az ellenzéki térfélen, az ellenzéki sajtóban, aztán jön ennek a te komoly témáid, azok a komolyak, esküszöm, ez csak hagyd mondjam végig. Az ellenzék... Gátszakadást éreztem komoly témának, de menjünk tovább. Tehát az ellenzéki térfélen ezek mennek. Fogjunk össze, így fogjunk. Ugye? Megkérdőjelezetten az, hogy fogjunk össze. Egy. És akkor jön az, hogy hát miért fogjunk össze? Hát azért fogjunk össze, hogy leváltsuk Orbán Viktort. De senki nem kérdezi meg, hogy miért váltsuk le Orbán Viktort. Mert ez annyira világos, tiszta és egyszerű. És most oké, hogy egy romkocsmás csávó azt mondja, hogy hát azért, hogy nehogy az orosz érdekszférába kerüljünk, és paks fölrobbanjon, és itt gomba felhő legyen, és meghalljon a fél magyar lakosság, nekem és KGB csicskák legyünk, várjál, hanem ha mondjuk elmegy bárhova, és megkérdezni a kocsmába az embereket, vagy olyanokat, akik például régen MSZP, meg LMP szavazók voltak, meg más szavazók, és most a Fideszre szavaznak, mert vannak ilyen ismerősei. Ne ápoljuk itt mitológiákat. Ez LMP mitológia. Szavazó vidéki kocsmába sose volt. Ne hazudjuk, ne hazudjuk az embereket. Igen, az LMP szavazó mondtam, az rozét ívott ist. És nem az életés irodalmat volt, és irodalmat olvasott. És end et latinul. Tehát megkérdezik a kocsmában, és azokat az embereket, akik korábban ezt mondták. Igen, értem, jó, menjünk tovább. És azt mondja, és hogy váltsuk le Orbán Viktort, de miért váltsuk le? Tehát ugye van a NER, és a jobb oldalnak vannak állításai, amiket lehet utálni, gyűlölni, de vannak állításai. A másik oldalnak vannak-e állításai? Biztos vannak, mert mindegyik pártnak van programja, de a nép felé, ha úgy tetszik, vagy a társadalom felé, mi a francot kommunikálnak azon kívül, hogy össze kell fogni, nem kell összefogni a szappanoperát, másrészt meg, hogy az Orbán geci. Az Orbán lop, Mészáros Lőrinc lop, a nemzet gázszerelőjeit lopnak, haveri pénzek eltűnnek, orosz érde, ezt is mondják, kész. Tehát ezen kívül ők mondjuk, érted, mit állítanak? Mit állítanak? Tehát mit állít az ellenzék a világról? Na. Az országról, Európáról, bármiről, érted? Az általános közhelyeken kívül mi a a Gyurcsány az állít. A határon túli magyarok dögöljenek meg, meg románok, meg ukránok, meg ezért. Ő legalább állít. Nem fizetnek adót. Nem fizetnek adót. Ez egy állítás. Ne szavazzanak, érted? De ez jó. Is negatív állítás végül is, mert nem azt mondja, hogy én viszont egy olyan országot fogok fölépíteni, nem állítás, ez fizetnek ez adót, tehát ez lófasz. Na, akkor nézzük meg. Na, mit állít az ellenzék? Nézzük meg innen egy kicsit ezt a helyzetet. Először is... Mi jönne, ha nem NER lenne? Én a személy szerint nem, tehát nekem nem az a vágyam, hogy Orbán Viktort váltsuk le. Én annak örülnék, ha Semmén Zsoltot váltanak le, ez az én
személyes, pszichés motiváció. Mivel ez sajnos csak Orbán Viktor leváltásával egy időben lehet csinálni, ezért ez egy olyan, hogy mondjam, járulékos veszteség, ami mellett nem tudok elmenni, de nekem nem ez a célom. Nekem a Soros egyértelműen a Semmén Zsoltot tűzte ki célul, úgyhogy én rá koncentrálok. Na! Értjük. Na, de következőképpen látom ezt a dolgot. A felvetés kurvára jogos, és szokott is hebegni, habogni erre valami egészen vállalhatatlan dolgot az úgynevezett ellenzék. Tehát így az LMP-nek így vannak még ilyen lánykori álmai magáról. Reminiszenciái vannak. Magáról, hogy őnek így van programja. Tehát, hogy így a Szél Bernadett így néha a sminkelés közben így elhiszi, hogy őnek így van. Vannának programjai. Elmondom, ez engem hol nem érdekel? Ott nem érdekel, hogy azt gondolom, hogy... De fáj. Én azt gondolom, hogy globálisan kb. Van egy 6-7 jelenség, ami kurva fontos, és Magyarország specifikusan van kb. 3-4 kérdés, mert mindjárt elmondom, mik ezek, amiknek tényleg van jelentőségük a közös jövőnk kapcsán. Erre kétféle válasz, elmondok néhányat, jó? Csak ilyen tízer ezek, jó? Így adok belőle egy kis trélert, hogy milyen kis topikokat tartogatok mára, jó? Tehát, hogy szerintem például az egy kurva fontos kérdés, hogy mit csinálunk avval a problémával, hogy 2008 után a globális kapitalizmus nevezetű intézmény az elvesztette a legitimációját. Ez egyes szerintem kurva fontos topik. Kettes kurva fontos topik mondjuk, hogy mi a fasz csinálunk a ökológiai katasztrófával, amifelé nem haladunk, hanem amiben benne vagyunk. Ezért szeretem az időjárás jelentést, csak egy gyors kitérő. Kurva jó, amikor éppen apokalipszis van, és bejön az unott fejű meteorológus, és elmondja január 6-án, hogy hát igen, 23 fok van ma, hát jaj, de jó, tök jó időnk van ma. Áprilisban havazik, igen. És az meg úgy beszélnek arról, hogy kibaszottul 20 fokok vannak januárban, mint hogyha jaj, de jó, lehet menni, meg nő a burgonya, bazd meg, az nem jó, hogy nő a burgonya, te hülye barom! Végünk van, bazd meg! Létsz ide úgy, legalább bazd meg, legalább imit. Legalább annyi legyen, hogy rohadt nagy gáz, hogy ez van, és egy picit érdekel, de jobban érdekel, hogy milyen szendvics van a büfében. Legalább ennyi gesztust adjunk meg az apokalipszisnek. Már a tévébüfében. Én azt gondoltam, bazd meg, hogy a világégés az nem úgy jön el, hogy az embereket annyira nem érdekli, hogy még egy kibaszott komoly fejet nem tud. Ja, hát mi történt? Hát most figyelj, ilyen nukleárisan szennyezett patkányokat ettünk 2 hónapig. A feleségemet halálra erőszakolták, bazd meg, ilyen iszlamista milíciák. Felgyulladt, bazd meg, az egész falu. De. Az avokádós cappuccino az geci jól esett, az most egész finom volt. Na, szóval, tehát visszatérve a fontos topikokra, mert hogy így vannak ilyen igazán fontos topikok, tehát mondjuk ilyen például éghajlatváltozás és az ebben... Ha van hírértéke, akkor fontos ez, tudod? Jó, erről majd beszélünk, az ebben járó ugye migrációs krízis, ami most már olyan 50 millió nagyságú embertömegeket fog érinteni, akkor arról is beszélhetnénk, hogy mit gondolunk arról, hogy a munka 20 éven belül teljesen megváltozik. A munkához való viszonyunk, az emberi foglalkoztatottsághoz való viszonyunk teljesen megváltozik, erről is külön. Tehát vannak ilyen kérdések. Magyarország kapcsán pedig vannak ilyen kurva fontos kérdések. Kurvára nem az oktatás és az egészségügy, tehát rohadtul nem. Kezdhetjük a legfontosabb magyar kérdéssel. Mi a fasz történt a magyar mikro- és kisvállalkozásokkal? Hogy a francba történhetett meg, hogy Magyarországon 2008 és 2012 után annyi mikro- és kisvállalkozás dőlt be, hogy... Én elég sokat dolgozok ilyen minden munkából kifolyólag adatbázisokkal, de nem azért, mert én vagyok Kubatov Gábor. És 2008 után egy 2-3 évig céges adatbázist kurvára nem lehetett venni.
100 forintos kérdés, hogy miért nem lehetett céges adatbázist venni? Mert a Kubatov megvette, mi? Azért, mert a Gabika megvette az összest, és elfogyott. Nem, nem volt több CD, ugye? Kifogyott az Excel. Na jó, kurvára nem ezért, hanem azért, mert annyi cég ment csődbe, hogy nem értek semmit az adatbázisok. Ezek a cégek, akik akkor csődbe mentek, kérdezzétek meg vidéki kereskedő ismerősöteket. Tehát, hogyha tudni akarjátok, hogy mi a fasz történt ebben az országban, tatabányai kereskedő, ruhakereskedőt kérdezzetek meg, győri órásat kérdezzetek meg, hogy mi történt vele 2008 és 2010-12 között. Elmondom, mik történtek vele, öngyilkos lett. Akkor már nem tudod megkérdezni, bakker, hát na, érted? Vagy túl érte? Köszönöm, bazd meg, itt sorsok omlottak össze, bazd meg, itt a beszédem alatt, te pedig itt mindenféle logikai finomságokon lovagolsz, bazd meg. Hát mert én azt hittem, hogy arról fogsz beszélni, hogy a DK és az MSZP most összeáll, vagy nem áll össze. Az az igazi fontos kérdés, nem a globális katasztrófa. Szóval 50 millió menekült, meg az öngyilkosok. 2008 és 2012 között elképesztő mennyiségű KKV mentünk, és elképesztő emberi tragédiák vannak ezek mögött, a dolgok mögött. Mivel azonban a magyar választó és a drága jó magyar tévénéző állampolgár, kedves barátunk, Szulejmán rajongó, Fradi szurkoló, dalt néző és ott szurkoló, Józsinak szurkoló, honfitársaink, akik mára itt már nem, de Vasalbertet annál inkább olvastak, ők nem szeretik a vállalkozót, mert... Tudod, mit olvas Vasalbertet egy tévénéző? Mit tételezel föl? Az elejét, a fedelét, az egy magas kultúra. A fedelét, az meg kétessig eljutna. Kétes az jó, azt szeretem. Na mindegy. Na, egyébként a kis közös barátunk, a tájföldön kambodzsáskodó nagyúr is, bazd meg, a Darth Vader is, amikor itt voltunk a Danoin 2008-10 környékén, és erről beszélgettünk, akkor ő maga is mondta, hát igen, mert nem kellett volna elbaszni Seychelles-szigeteki nyaralásra a KKV-nek a pénzét. Akkor mondtam, hogy köszönöm szépen, Robi, hogy ennyire ismered ezt a világot. Kurvára nem erről volt szó. Na, szóval akkor berecsent egy nagyon fontos rétege a magyar társadalomnak. Annyit kell tudni, hogy ezek a 1-15 fős vállalkozások, ezek adják a legtöbb munkát ebbe az országban. Tehát például az, hogy a pártok mit gondolnak arról, hogy ők ezek a cégek, ezek a vállalkozások hogyan fognak élni, az például sokkal fontosabb kérdés, tehát egy szinttel fontosabb kérdés, mint hogy például veszünk-e 3 lélegeztető gépet a becsukott gimnáziumnak. Tehát, hogy ez egy fontos kérdés. Elmondom, hogy mi a baloldal válasza, jó? Tehát, hogy elmondom, mi a jobb oldal válasza, és aztán a baloldal. Nem, ez a baloldal válaszait nézzük. LMP. Hát, na, mi támogatjuk őket, köszönjük szépen. Hogyan támogatjuk őket? Hát a támogatásunkkal támogatjuk őket, köszönöm szépen. Tehát ez az, amikor a Facebookon megírod, hogy levágta bazd meg egy kibaszott, űrült heroinista állat hazafelé menet a lábam, bazd meg, egy rostás késsel, és a haverod megírja, hogy küldök szeretet energiát. Tehát, hogy az LMP-nek ezek bazd meg, ezek a válaszai az társadalmat érintő kérdésekre. Az MSZP azt mondta, amíg még mondott valamit, tehát amíg nem, azon kívül, hogy összefogás, Geci Orbán, összefogás, tehát ez a nagyon rosszul beakadt loop. És most a karácsony... Mert ők még olyan öregek, hogy bakelit lemezt hallgattak, tehát akkor még nem volt számítógép. Az MSZP, az a Dévényi Tibi bácsi, aki rájött arra, hogy ezzel a testtel már ezt nem lehet csinálni, két szandi számot keverek, és közben pöttyös labdákat osztogatok. Ez így 2017-ben már nem annyira kompetens, és a válasza erre a kívásra nem az, hogy életében egyszer meghallgat mondjuk egy Daft Punk számot, kurvára nem, hanem az a válasza, hogy csináljuk ugyanezt egy fiatal dublőrrel. Ez a Karácsony Gergő, ez így basz meg így, akkor ez a teljes MSZP megoldás az össze. Hallod, csináljuk ugyanezt a szart, csak valami fiatalabb gyerek csinálja azt, nem lehet? Ugyanez, csak mert jobban néz ki, basz meg így a kamera, érted? Na, tehát ennyit az MSZP-ről van a Momentum, aki
aki tényleg, azt el is felejtettem, hogy létezik. Mert csak egy momentumig létezett, amíg, alá, amíg aláírták a Nolimpiát, bazdmeg. Addig voltak. Nem, nem, a Momentumnak, én úgy képzelem el a Momentumot, hogy valóban fontos kérdések merülnek fel. Elfelejtettem őket. Például a szakálolaj, a megfelelő szakálolaj kiválasztása. Hogy vajon... Van azért vajon egy síren lehet-e hallgatni avokádós cappuccino ivás közben? Starbucks kafénál, azért ezt ne felejtsd el. Ne, ne, a Starbucks már nem menő. Kizárhatnak. A Puzsér még mindig. Jó, a Puzsér, ugyan már. Ő még mindig őket szidja. Ennyire lemaradt volna. Na mindegy, vissza. Van menőbb, amit lehet szidni. Hogy már a sznoboknak, mint mi. Hogy érted? Mi? Mi? Jó, mi vagyunk a legjobb. De várjál, na, figyelj. Szóval, menjünk tovább, egy momentumnál. Elnézte, megfogadtam, hogy nem beszélek csúnyán, de már nagyon itt van a határ, már nagyon itt van, bazd meg. Na, mondd a kurva momentumodat, bazd. Na, elmondtam a momentumot, tehát ki van még? Más de nem mondtad el! Hát ezt akartam kiegészíteni. Momentumnak van egy nagyon komoly programja. Na, mi a fasz van? Öregek, elbasztátok az egészet, szar volt minden, húzzatok a francba, mi akarunk jönni, fiatalok. De ezt nem tudják kétszer elmondani. Ezt nem tudják mondani, csak amikor megkérdezik őket, hogy jó, de ti kedves fiatalok, mit akartok, akkor hogy menjenek az öregek. Hát most mi vagyunk a fiatalok, hát most mi következünk, nem? Hát most adjanak már esélyt, érted itt nem az éveknek, jó, mert azok az öregek, hanem a fiataloknak, jöjjenek a fiatalok. De mit csinálnak a fiatalok? Jöjjenek a fiatalok. De mégis mi a program? Hát a fiatalok, az öregek elbaszták a rendszerváltást, minden. Nekik köszönhető, tönkretették az országot, a hazát. Na jó, de mégis, hát az öregek menjenek a francba, jöjjenek a fiatalok. Figyelj, ez egy nagyon komoly program. Ahogy válaszolj, csak egy mondattal. Tehát, hogy én szeretném ezeket a generációs vitákat egyszer is mindenkorra lezárni, jó? Ez nem generáció. De csak szeretném tisztázni a dolgokat, jó? Nálam a mikrofon, színpad, ott van a sok ember. Ezt a helyzetet annyira szeretném. Nem sok sajnos. Ezt a helyzetet. Túl sok. Ahhoz képest, hogy mennyi mindent szoktak hallgatni, azon kívül, hogy minket hallgatni, ahhoz képest megdöbbentően sokan vannak itt. Na, szóval. Ja, közben. Fel vagyok az udvaron azzal kezdtem, hogy figyelj, mennyi az a hallgatói szám, hogy nem tartjuk meg az aput. Tehát így kezdtük a helyzet. De hát vagytok annyian, hogy muszáj. Szóval, hol a faszba tartott? Ja, igen. Momentum. A generációkról akartunk beszélni. Tehát, hogy vannak ilyen hitek, hogy a öregek meg a fiatalok között generációs ellentét van. Nincs. Elmondom, miért nincs. Robival szoktál vitatkozni erről? Neki az egyik fő... Azért nincs. A Nyugger diktatúra. Azért nincs, mert van egy harangörbe, jó? Tehát úgy képzeljétek el, mint egy harangörbe. Ez a harangörbe az úgy néz ki, hogy 30 és 50 év között, aki most él, az értelmes. Aki e fölött, meg ez alatt van, az egy kibaszott nagy hülye fasz. Mindjárt segítek a dolog megértésében, mert ez így talán túlzottan erősnek hangzik. Talán olyannak hangzik, amit érdemes alátámasztani. Úgyhogy elmondom, hogy a fiatalok kapcsán én mit gondolok. Én, amikor fiatal voltam, akkor én GTA-ztam, ami egy kurva jó videójáték, geci sok mindent lehet benne csinálni, kurva menő zenéket lehet hallgatni, és még azt is meg lehet csinálni, hogy kibaszott bredmeldő zongora szólóra mész föl egy hegyre a kibaszott napsütötte tájra, és olyan inspirált vagy, mint az állat. A mai fiatalok... Már jöttek el az FBI-s helikopterek elkaptak? A mai GTA-sztál, mesélj már róla. A mai fiatalok viszont... Mai fiatalokban. Mi? Vén hülye. Mit csinálnak? Minecraftoznak. Jó, tehát ennyit szeretnék mondani. Tehát olyan gépeket, olyan... Minecraftoznak. Hát azok a másik fiatalok. Minecraftoznak. Én még abban nevelkedtem, tehát ez... Ezért mondtam, hogy van egy ilyen generációs hasonlék felfelé, meg lefelé. Na, szóval... Tehát a momentumosokra visszatérve, akiknek egyébként
nagyon megsüvegelendő az a programjuk, hogy váltsuk le a hajkefét biciklipumpára. Tehát ez, erről mindenképp fontos beszélni, hogy ők ezt hogy látják, hogy ők ezt elmondják, hogy erről mi a véleményük. És ezen kívül vannak további kollaboráns pártok. További? Hát mit tudom, ilyen DK, meg együtt, tehát olyan dolgok, amiket kétszer nem tudok megjegyezni, hogy PM, meg együtt, meg PG, hát a PM az a pesti sor, tehát volt... Na ezért mondom, nem biztos, hogy van olyan, amilyet mondok. Igen. Akárány szok megjönnek egy párt, nem vagyok benne biztos, hogy ezt láttam már, vagy nem láttam, vagy ez jött már szembe az F8-2-3. Hát emlékszem, amikor négykások egyszer meghívtak, negyedik köztársaságosok, az is itt volt. És így mondtam, hogy ez volt az a 4K ide, és ez volt, vagy ez egy tegnap alapú, hogy mi az, hogy 4K kurvára kitermelném a kézigránát költségeit, vagy mi lehet a 4K? Ez csak 3 volt. Jaj, nem kell tudnom számolni, én bölcsész vagyok, baszki. Ez na, az. Ezért nem értesz a választási matematikához. Persze, hogy 4 volt. Hát persze, hogy 4 volt. Kurvára... Kitermelném a kézigránát költségeit. De kurva jó, ám, bazd meg! Én nem tudtam számolni. Igazad van. Most így belegondolok. Na, ezzel szemben nézzük meg, mi a Fidesz válasza, jó? De várj! Kihagytad a lényeget. Mit? Kit? Jobb, ki a fasz? Reggel. Ja, jobb? Jaj, bocsánat. Ja, bocsánat. A legjobbat! Bocsánat. A legjobbat! Bocsánat, csak vágod? Kurva nehéz. Kurva nehéz. Magna Hungáriától a Spinoza kávéház. A nagy menetelés, bazd meg. Kurva nehéz, a tatársüvegtől és az ős magyar íjászattól, érted meg? Kurva nehéz, mert a Jobbik az olyan, mint amikor van egy kamasz gyereked. Hát, a Jobbikkal azért kurva nehéz, mert olyan, mintha lenne egy kamasz gyereked, mondjuk én 13 éves, és minden héten más van. Tehát egyik héten gót, és dark, és vagdossuk az ereket, következő éppen Cica, kutya, és toljuk a izét. Babakocsi. És így nem, tehát delfin és lássuk, hogy a gyereket nem igazán érdekel, csak így, csak az általa okozott kárnak a szintjén. Potenciális kárhoz mérten érdekel, és a Jobbikkal is így vagyunk. Tehát a Jobbik is úgy vagyunk, hogy annyira azért nem érdekel, hogy a vonal így megeszire reggelire a... Mészáros lőrincet, mert nyilván nem. Tehát, hogy így nyilván nem ellenfél a vona senkire nézve, talán egy stratégiai pokornit 3 feles után így képes lenne legyőzni Mória hegyén, de hát úgy kb. Ennyi jelentősége van ennek az egésznek, de az a vicces, hogy a Jobbik követhetetlen, mert tényleg az egyik héten így beöltöznek harcos pánknak, hogy mi mindenre szólunk, és palesztínő gecik vagyunk. Következő héten, na azért, uraim, álljunk meg, kultúra is van a világon. 2 embert már elüldöztem, látod? Hát az van. Ez vagyok én. Ez a... Hát, ha fizettek, menjenek a fel. Ja, így van. De úgy kéne, hogy kifelé még egyet kell fizetni. Tehát, igen, aki ideje korán megy, akkor fizet még egyet. Nagyon helyes. A vidéki jobbikosok nem változtak. Hát nem baj az. Jó, hát én értem, hogy a vidéki jobbikosok nem változtak, csak az nem biztos, hogy ők lesznek olyan állapotban, hogy elmenjenek a szavazófülkébe, ugye? Én értem, csak el kell oda találni, meg alá kell írni ilyen dolgokat, ami azért tényleg meglehetősen problémás. Na, tehát. Akkor maradjunk a Fidesz a Fidesznek van válasza. Soros. Ugyan már ez a Soros... Van a mitológia, vagy hogy mondjam, szépen van az ideológia, és aztán van a rögvalóság. A Fidesznek nyilvánvalóan az a... Illetve itt elmondanak egy fontos dolgot, hogy a Fidesznek valójában kurvára nincs gazdaságpolitikája, a Fidesz rátalált egy gazdaságpolitika, illetve a Fideszt eltalálta egy fontos globális fordulat éppen szépen telibe. És ez a fordulat az, hogy a globális nagytőke 2008 után rájött arra, hogy sokkal-sokkal több pénzt lehet keresni, hogyha nemzeti köntösbe adjuk el a szart. A 2008 után rájött a globális nagytőke arra, hogy a nacionalizmusban valami elképesztően nagy biznisz van.
Ennek a fordulatnak köszönhető a Trump, ennek a fordulatnak köszönhető sok minden, és egyébként az egész Orbáni történet, az nem annak köszönhető, hogy Orbán Viktor egy zseniális manipulátor. El tudjátok képzelni, Orbánt mint zseniális manipulátor. Tehát most egy másodpercre felein most tényleg látjátok, ahogy az tokaszalonna mellől, az felcsútas gombfoci készlet tével ilyen ördögi terveket képes összerakni. De a habony, háromnál habony. Jaj, habony, most hagyjuk. Tudod, az, hogy van egy 35 kilós tájkurva, akinek kétség között így figyelj. Én lennék figyelj, habony. Próbáljuk meg azt, próbáljuk meg azt, hogy betiltjuk a pártokat, jó? Betiltjuk az összes a gecibe. Ja, ne, elszálltam, ne. Csak bírságoljuk meg őket a gecibe. Bírságoljuk meg. Bírságoljuk meg, kurvára bírságoljuk meg. Ki kurvára bír, hallod? Kurvára, hallod? Meg fogom őket baszni anyagilag, hallod? Na, hát most ez a habony művek. Ezek az elképesztő stratégiai elmeműhelynek az magas röptű. Na, szóval az Orbán Viktorról igazából mindig csak egyetlen egy dolgot érdemes tudni, az, hogy a felcsút kiesett az NB1-ből. Ez az alfa és ez az omega. Ez azért fontos, mert ez volt az egyetlen egy projekt, amit az Orbán Viktor komolyan vett. Ez volt az egyetlen egy. Tehát így azt hiszitek, hogy itt foglalkozott. Semmi, ez volt az egyetlen egy. Ő leült PlayStation-ozni ebben az országgal, és bazd meg, kiesett az NB1-ből. Érted? Nála van a cheat kód, ő fizeti az egész szart, és bazd meg nem tud bennmaradni. Tehát most, te ő az a fajta hülye tápos kínai gyerek, akivel összefutsz ilyen online játékokon, bazd meg, és megvette a legmenőbb karaktert ilyen sok százezer forintért, de nem tudja használni, bazd meg. Mert képten összerakni, hogy ez ellen a karakter ellen annak a képességei nem jók, és így tolja, de teljesen hülye. Tehát, hogy ezt érdemes Orbánról tudni. De ami Orbánt keresztbe vágta, eltalálta, az ez a fajta globális fordulat, hogy éppen most a nagy tőke a nacionalizmusból szeretne, vagy nemzeti ideológiából szeretne pénzt szerezni. Ennek köszönhető az, hogy Orbán Viktor talán a legkapitalistább elnökünk, miniszterelnökünk ever. Tehát azt gondolom, hogy a Orbán Viktor kapitalista vehemenciája mellett a Bajnai az egy ilyen bazd meg, az egy ilyen zöld LMP-s jóléti társadalmas, szociális de már nem tudják ki az a Bajnai te. Nagyon szerencsés emberek ők. Orbán Viktor gazdaságpolitikája következő. A német múlt, tehát kettő van. Az ország felét eladtuk az oroszoknak. Tehát a másik felének az egyik részét eladtuk a kínaiaknak. A másik részét pedig eladtuk a németeknek. Tehát ennyire állt össze. A kínaiaknak nem kellett, hogy tudom. A fasz nem kellett. Én itt voltam, amikor itt volt a kínai követség bemutatni a maga kis arzenálját, hogy miket lehetne Magyarországon értékesíteni. Vettél hamis horti öppengőst, mi? Veszi ezt valami? Hamisítják a kínaiak akkor a horti öppengős, vettem egy cigánytól 1000 forintért, csak a mágnes megfogta, mert ugye vas van benne, innen lehet tudni, egyébként, hogyha mentek piacra és ezüstérmét akartok venni, vigyetek mágnest, és hogyha a mágnesre cuppan az érme, akkor hamis, hogyha annyira rossz a szemetek, hogy nem látjátok, hogy ugye egyébként fordítva van, mint az eredetén, meg hasonló dolgok, értitek? És tudom, keletibe két 1800-as évek dollárt vettem más, de az is vasból van. Horti. Hogyha eredeti dollárt vettem, azt mondja nekem a cigáncsaj, hogy egy öreg bácsi lakott a házba, az ő gyűjteménye volt, hát stb. És akkor nézem, basszus, 1799-es dollár. Ezt nem hittem a szemem. 1801-es dollár. Beszarok, bazd meg, cigány, megveszem, érted? Én értek hozzá, nézem, érted? 300 és 800 ezer forint között van ezeknek az áruk, minden, csak fogta a mágnes. Hát így jártam, érted? Fogta a mágnes, mondja az akkori barátnőm, te hülye, a cigánytól 500-szor több esze van, mint neked. Hát ez érted? Hát úgy átvertett ez a szakmája. Na, ez most rasszizmus volt? Most akkor lesz ami... Jó, szégyesze... Bocsánatot kérhetek? Nem, nem kell.
Majd a kurucinfó megosztja. Majd akkor, jó. Na, de a kurucinfó már lófasz, a kurucinfó az már kész, elhamvadt kész. Már csak árnyékába ér. Most már nem is olvasom, mert unalmas. Addig volt jó, amíg a Jobbik. A Jobbik ott volt. Azt mondtad, hogy... Persze, hogy istenítettem. Hát pénzért, hát világos. Jó, igen, igazad van. Na, de visszatérve a komoly kérdésekre, amit a búcsú nem engedett elmondani, remélem nem jön még vissza, hogy azt... Én visszatérek oda, hogy fogjanak-e össze az ellenzéki pártok. Na már most, összefognak, van-e gondolatuk? Tehát a NER helyett mit kínálnak? Semmit. Jó, oké. Okay. De ne legyen NER. De abba belegondolt-e valaki? Ha belövágsz a szavamba, megöllek. Ha abba belegondolt-e valaki... Jó, nem fogok. Abba belegondolt... Ez egy zen sztori volt. Koannak hívják az ilyet. Abba most az egyik kezemmel tapsolok. Így van. Na, milyen művelt ember, basszus, beszarok, nem is gondoltam volna. Szóval abba belegondolt-e valaki, hogy ne adj Isten, véletlenül összefognak, vagy mit Zeus fönt azt mondja, hogy összefognak és összefognak, és leváltják a Orbán rezsimet, akkor mi van? Tudnak-e együtt kormányozni? Ők maguk sem állítják, hogy igen, hát azt mondják, hogy persze, hogy nem. És akkor erre mondják a értelmiségiek, közt egyébként Robi barátom, amin csodálkozom, mert jó, hát vannak furcsa dolgai, de hát vannak még furcsább dolgai, hogy csak egy átmeneti ideiglenes, hál' Istennek nem őt találtak ki, mert az nagy ciki lenne, mások, csak ő is osztja ezt a véleményt, és hogy azért, hogy megmentsük a parlamentáris demokráciát, a liberális demokráciát, több pártrendszer, blablabla, ezért egy olyan szituációnak kéne kialakulnia, hogy összefognak a egymást utáló, gyűlölő, lenéző ellenzéki pártok, leváltják a NER-t, és csak egy ügyvezető kormány, átmeneti parlament, és fél év múlva kiírják az új választásokat, immár visszaállítják az alkotmányosságot, egyébként ezt sem tudom, hogy mit jelent, de ez tök mindegy, de valami olyan választási rendszert írnak ki, hogy abban mindenki részt vett. És belegondoltam, így ismerve a saját népemet, meg társadalmamat, hogy itt ugye soha a büdös életben nem volt ilyen, hogy előrehozott választás. Most képzeljük el a szituációt. Az Orbán rezsim az átlag embernek, annak is egyébként, aki nem szereti őket és nem szavaz rájuk, egyfajta stabilitást jelent. A stabilitás az Magyarországon egy nagyon-nagyon fontos lélektani tényező. A Kádár rendszer azért volt annyira sikeres, és az egész ország igenis nagyon szerette Kádárt. Én gyerekkoromban nagyon sokat szenvedtem tőle, hogy apám volt az egyetlen, aki szitta Kádárt, és még az anyám is szerette, mindenki szerette Kádárt. És mert az a béke, az a stabilitás, az a fél apád diktatúra... Apád is szerette, azért szittam, mert igazán ja. Ő szerette leginkább. Azért szittam. Úgy érdekelt, hogy miha. Ne pszichologizáljunk. Fél diktatúra, és ez a tekintélyelvű, stb. Ez van most, és egy viszonylag stabilitás. Most képzeljük el, hogy leváltja az ellenzék az Orbánékat. Ebben meg senki nem gondolt bele. És jön az, hogy válságstáb. Nekem az jutott eszembe erről az ellenzék, hogy a Jobbiktól kezdve a DK-ig benne van valaki, mint amikor mit tudom, a Mussolini ellen, a háború végén, a keresztény demokratáktól a kommunistákig alakult egy ilyen stáb, és akkor majd mi fölakasztjuk Mussolinit, meg mit tudom, ezért, vagy Ceausescu ellen a Nemzeti Megmentési Bizottság, ami összejött ott mindenki. Tehát vannak ilyen polgárháborús, meg háborús szituációk. Ilyen volt a Magyar Front 1944 végén a háborúban, ami a békepártnak nevezett kommunista pártot, és mindenki, szociáldemokratákat, mindenkit magába foglalt, a Kettős Kereszt Vérszövetség nevű királypárti legitimista szervezetig, aki a németek ellen harcolt, és aztán 46-ban első körbe tiltották be együtt a fasiszta szervezetekkel, amik ellen harcoltak, tehát így megérte nekik.
És szóval valami ilyesmit képzelnek el, ilyen romantikus filoszok, de olyan emberek, akiket én amúgy úgy tiszteltem, meg itt Lányi András, meg Elek István, bevettük basszus az Elek Istvánt, a 10 legtisztességesebb politikai. Tisztességéhez nem fér kétség, csak inkább nem mondom, hogy mi, tehát szeretik a történelmet. Na, és hogy képzeljük el a szituációt, hogy megdöntik az Orbánt, és fél év múlva választás. Tehát hogy csapódik le ez a magyar társadalomban? Ez nem egy ez úgy csapódik le a magyar társadalomban. Az Orbánt, ez nem egy szexuális forgatókönyv. Ez nem szexuális forgatókönyv. Úgy csapódik le a magyar társadalomban, hogy most ilyen válság van, volt egy stabilitás, most jön most egy válság, és kiírják fél év múlva a választásokat. Szerintem úgy elmegy az egész garnitúra a magyar társadalom, és visszaszavazza az Orbánt, aki visz, aki restaurálja a NER-t, és sokkal nagyobb olyan legitimációval, ami még az életben nem volt, és az ellenzéknek még annyi hitele sem marad, ami most van. Tehát ebbe úgy senki nem gondolt bele, hogy tényleg akkor jó, science fiction, mert sose fognak össze, ez világos, de ha ne adj Isten mégis, és ezt most azoknak az értelmiségieknek mondom, aki például a Robi barátomnak, akik ezt mondják, hát abszurdum. Ráadásul milyen összefogás, tehát itt van a bocs, végighallgattalak, egyébként jó voltál, na, jó voltál. Csak én most komolyan beszélek. Te meg stand-up kamerás vagy. Hát tudom, de hát most mit de ehhez értek, hát na. Én nem vagyok olyan. Ezt csinálod inkább. Ezt. És most képes voltál kiverni a fejemből, amit akartam mondani, bazd meg. Hát ez a kiverés, ez ilyen dolog. TGM meg, hogy Csirítyám beszéljék meg, hogy mi legyen. Mi? Hogy? TGM, Csirítyám furcsa. Jaj, nem áll. Már tudok segíteni. Na jó, ne. Még jobban legitimálja magát, így van a rezsim, a ellenzék. Ja igen, nekem hogy az összefogás. Tehát, hogy a politikának annyira semmiféle erkölcsi vetülete nincs, hogy azzal a Jobbikkal akarnak összefogni, amikor még a Kurucinfóra kitették a ő telefonszámaikat, hogy meglincselik, meg agyonverik őket. De most már, amióta Heller Ágnes meg Spinoza kávéház azóta, jó, azért mindenért szerencsétlen Novák előtt volt a felelős, mert vannak ilyen csávók, akik ilyen volt a Cuslág a más gazdasági szempontból az MSZP-be, és vagy azzal a DK-val, ami határon túli magyarok ellen uszít úgy, ahogy az Orbán izék afrikaiak, meg amit tudom én, közel-keletiek ellen, csak hát azért mégiscsak azok magyarok. A Gyurcsány befogadja a lakásába a maga demagóg módján a afrikaiak, vagy a ázsiaiak, ezek közel-keletieket, de azt mondja, hogy a kárpátaljai magyarok azok a részeges, büdös ukránok, akik a magyar nyugdíjra ácsingóznak, és a erdélyiek, meg ilyenek olyanok, olyan DK-hoz kötődő, bár ők tagadják, de egyértelmű, mémek mennek az interneten. Például van egy kutya, nem a vakkomondor, és rajta van, hogy a kutyáknak is jár a szavazati jog, legalább annyira, mint a határon túliaknak, és akkor még egy kommentátor odaírja, hogy hát a kutyámnak több joga van, mint egy erdélynek. Meg ilyenek mennek. És akkor ezzel úgy összefogna mondjuk az LMP, vagy a Jobbik, a magyarok összefognának, mint a Gyurcsány. Szóval, hogyan? Abszurd. Én nem is hiszem, hogy nem az Orbán pénzeli az egész bandát úgy, ahogy van, mert ha én az Orbán helyében lennek, ezt gerjeszteném, tehát ezeket a dolgokat. Jó. De térünk vissza a globális témákra, mert azok egyébként tényleg érdekesek, de ezt úgy elszerettem volna végre már mondani. Ja. Jó. Kurva könnyű valójában itt... jár jogos a taps. Jogos a taps, még ha gyér is, de jó. Téged még gyértaps se tapsolt. Na de ez most nem párviadal. Nem is vártam. De az én vendégem vagy. Rajtam nevettek, tudod? Nekem az jó, mint a testem. Meg most is nevettek, tudod? Én is. Na, Dávid. Dávid, nem hozol egy sört nekem, kösz. Jó.
Léci, könyörgöm az Istenre, bármilyen sort, annyira király vagy, köszönöm szépen. Még egy óra van, én nekem itt bebaszol. Hát persze, hogy bebaszol, hát senki nem gondolta, hogy ezt józan ovény lehet csinálni. Hülyék vagytok, látjátok magatokat, láttátok innen, ti is bebasztátok. Jó, de ti is így vagytok velem, úgyhogy ez a közönség és az előadó közötti kölcsönös empátia kör. Na, ez egy kurva jogos felvetés egyébként, hogy önmagában az, hogy Orbán Viktor egy tokaszalonnás, inkompetens hazaáruló, az egy fontosabb érve, mint az, hogy helyette csak idióta, infantilis és korrupt és hazaáruló. Idióta és a sor végén hazaáruló. Valójában következő helyzet a globális kérdésekre, és a Fidesz azért nyer folyamatosan, mert a globális kérdésekre egyedül a Fidesz kereste a választ. Meggyőződésem nekem személy szerint, hogy minden válasz a rossz. Szerintem alapjában véve elhibázott a migrációval kapcsolatos válasza, alapjában véve elhibázott a kapitalizmusnak való nagyon durva lefekvése. Hát nem is tudom, hogy láttam-e boldogabb Audit, meg Magyar Telekomot, mint Orbán kormány alatt. Tehát ha megnézitek, az volt a legjobb, amikor az Orbán bevezette a multiadókat, tudod, megbaszta a bankokat, így kellett fizetniük, bazd meg így egy há. Tehát így az volt, hogy a regionális igazgatónak az egyik Porsche-jét nem lehetett jövőre kicserélni, csak így két év múlva annyira megbaszta őket az Orbán. Meg így nem fért bele az, hogy az egész szélszes csapatot elvigyük Szesölbe, csak a legjobb 100 szélszest lehetett elvinni. Tehát, hogy ilyen elképesztő kibaszott, drákói szigor volt a T-nél, meg ilyenek. Viszont a liberálisok a bankok, mégis jó, hát a liberálisok, hogy a liberálisok, szegény bankok meg multik elmennek. Elmennek, és mi lesz velünk? Elmennek a multik végig. A liberálisok ez úgy van nálunk, hogy vannak a rettetesek, tehát, hogy igazából van egy ilyen felhúzható Fodor Gábor, báb, és az így bizonyos szavakra így betriggerelődik, például arra, hogy multiadó, arra így kap 8 húzást magán, és így elkezd pörögni. Én egyébként Fodor épp szart bele ebbe az egészbe, teszem hozzá. Tehát ő lehet, hogy egyszer Kálmán Lógen elmondta, hogy kibaszott, én azt bírom a Fodor Gáborba, amennyi energiát belerak a beszédbe. Tehát látszik, hogy a csávót így annyira minimálisan érdekli, hogy te ezt így elhiszed, vagy nem hiszed, neki hát bazd meg, akkor is meg lesz a parlamenti helyed, amikor a te feleségedet már rég a szomszéd fogja dugni. Tehát, hogy ez kibaszottul látszik a csávó arcán, az a megfellebezhetetlen kibaszott tudása a politikán. Igen, hát kurva nem kell megadóztatni a multikát, ugye. Elliberális vagyok, nem? De szóval inkább így ennyit rakott bele ebbe a projektbe, de ilyenkor nyílik egy dimenzió kapu, és a sötét sarokban előjönnek az harcos liberális csávók, és akkor elkezdik szólni, nem szabad, mert hogy a piac láthatatlan keze, meg Milton Friedman, meg Keynesiánus, meg a piac láthat. Ebben az volt a zseniális, hogy ez 2008 után sikerült előadni ezt a kibaszott nagy világszámot. Amikor 2008-as pénzügyi válságból következő dolgokat tanultuk, ilyeneket nyilatkoztak sufni KKV cégek, mint a kibaszott na, jaj, Jézusom, hogy hívják na, most bajban van. Kurva nagy befektető központot? Mindegy. Na, hogy hívták a legnagyobb? Nem az IMF, idióta, bazd meg. Na, ki bukott be elsőnek? Melyik kibaszott? Lehman Brothers. Na, a Lehman Brothers is a következőt mondták. De ez tényleg elhangzott, mert aztán mindjárt ezt tovább viszem ezt a gondolatot. Következőt mondták. Mindenki azt hitte, de ez tényleg elhangzott. Most amit mondok, az nem kamu, ez tényleg elhangzott. Mindenki azt hitte, hogy van valami rendszer ott fönn,
aki ezt megállítja. Ezt mondta, bazd meg, a Lehman Brothers. Elmondom még egyszer. Tehát, hogy azt hittük, hogy nem lesz belőle baj. Tehát a piac láthatatlan kezében vastagó hívő emberek úgy csináltak gecinek pénzügyi válságot, hogy végig azt hitték, hogy valahol majd van valami az irányító központban, a Soros a végén megnyom egy gombot, hogy tehát, hogy... Az nem a Soros, te... Még egyszer, azok után, hogy nyilvánvalóvá vált, hogy ez a piac láthatatlan kezed nevezetű szabályzó elv, ez egészen pontosan milyen emberi nyomort okoz, és egészen pontosan hogy működik, ezek után volt képük, bazd meg, a multiadónál, úristen, hát elmennek, bazd meg, a devizaválság még bőven tombol, előadták ezt, hogy hát elmennek a bankok. A mondat helyesen úgy fejeződik be, hogy a picsába, ugye? Ugye? Tehát a helyes vége az ez. A picsá, a kurva anyu. Jaj, elment a Raiffeisen, na most mi lesz? Hoho, na most akkor talán így bazd meg a szomszédomnak, így bazd meg, így konkrétan a felvett 100 forintjára nem megy rá, bazd meg az egész kibaszott família egzisztenciája, és a 12 éves kislányt nem kell eladni Berlinbe kibaszott prostituáltnak? Hát most mi lesz, Fodor Gábor? Hát szerintem nem is. Szerintem a piac szóval nagyon nem is. Na, jó, tehát, hogy. Erre az egész kibaszott pénzügyi válságra, meg arra, hogyan ez a piac működött. Fuckingnak mondják angolul az ő rendszeres terminus technikusát. A fucking nálam az ő helye. Ja. Ő a nagy ő. A nagy fucking az a nagy ő. Na, mi túzni fogsz? Mi túzunk picit? Nagyon rövid, gyors me too. Mini me too. Mini me too, jó? Mini me too. Ki látta a 30 Reasons Why című sorozatot? Nagyon jó. Nagyon jó, akkor nagyon gyors értékelés, jó? Elmondom, miről szól a sorozat, jó? De ez a gyors értékelés, jó? De ajánló. Tehát 30 Reasons Why. Mindenképp nézd meg. Kultikus sorozat, nagyon sokan nézik. Tele van vele az internet nevezőtű furcsa, érdekes képződmény. Ugye? Mondták is neked, hogy azt nézd meg. Na, ugye? Én vagyok itt a trendsetter, influencer, bazd meg. Na, szóval... Hazamész, azt letöltöd a Pirate Bay-ről a 30 Reasons Why-t, és geci menő vagy. Na! Elmondom, hogy mi a rövid értékelésem a filmről. Hannah Baker, ő a főhősnő, az Antikrisztus. Jó? Ennyi. Rövid értékelés, most jó hosszú. Hannah Baker az Antikrisztus. Ez egy sátánista film. Ez egy teljesen sátánista sorozat, tévésorozat. Na, akkor most jön a hosszú. A sorozat arról szól, hogy Hannah Baker egy amerikai gimnáziumban járt, és rebegtette a kibaszott hülye fejét egész nap, amíg egyszer öngyilok nem lett. És miután öngyilok lett, csinált 13 kibaszott kazettát, amit meg kell hallgatni, hogy megértsük, hogy ő miért lett öngyilok. Na most! Hannah Bakert olyan kibaszott traumák érték, hogy az afgán kisgyerekek elmennek a kurva anyjukba, jó? Tudod, milyen traumák érték Hannah Bakert? Mi lerobbant az anyja feje? Tudod mi? Hannah Bakert a legjobb segű csajnak választották az osztályba! Hát hogy a faszba lehet ezek után élni? Hogy lehet ezzel? Minden nap, egész nap ezzel a tudattal élni, hogy őt választották a legjobb segű csajnak? Hát ne ügyeskedjünk már! Hannah Baker azért az Antikrisztus, mert míg a Krisztus ugye elvette a világ bűneit, Hannah Baker elküldi a világnak a bűneit. Tehát Hannah Baker haláláért nem csak a közvetlen környezete a felelős, ezt itt többször elmondják, hogy pillangó hatás, hanem
te is, bazd meg! Tehát az az indiai 7 éves kislány, aki Hanna Bakernek gyártja, bazd meg, 3 forint 50 fillérért a pólóját, az nem tett eleget, bazd meg! Ő a napi 16 órás munkája után nem ment oda Hanna Bakerhez, és kérdezte meg, Hanna, hogy vagy? Megfoghat, tényleg téged választottak a legjobb segű csajnak? Hát ez borzasztó! Az én anyám meghalt kolerába, de hát ki a faszt érdekel, bazd meg? Jézusom! Téged a legjobb segű... Hát Jézusom! Hát hogy lehet ezt egy rendes világba? És itt tovább. Tehát ezért mondom, hogy Hanna Baker a konkrét antikrisztus. Tehát ő bűnössé teszi az egész világot, bazd meg. Én nem, szerintem nyugodtan folytatod. Mivel én ilyen sorozatokat nem nézek, valaki egyszer mesélt nekem egy ismerősöm, egy leszbikus barátnőm, erről a sorozatról, de lehet, hogy nem is ő, bocsásson, más, nem tudom, tehát én nem nézek, én igazából egy sorozatot néztem végig, az ember a fellegvárban, mert ott győznek a németek, meg a japánok. De azt mennyire elbaszták, ez elképesztő, felháborítanál basztán. Nekem tetszett, győzött az igaz ügy, és akkor egy olyan berendezés volt a világban, ahol nincsenek Hanna Bakerek, érted? Tehát menj te a picsába, érted? Itt komoly dolgokról beszélünk, mint a Gyurcsány, érted? Erre Hanna Baker, meg a éhező szomáliai kislány, vagy indiai, aki meghalt kolerába, az anyja meg. Az is szomáliai. Érted? Fölösleg embertömeg, fölösleg, az emberiség fölöslegessé vált. Tehát nem veszed észre, puszta hús az egész hús, érted? Vese, máj, szív, ennyi. Nem kell vár a munkaerő senkinek, fölöslegesek az emberek, de... donorok lehetnek a gazdagoknak. Hát érted? Tehát ez a... Érted? Ennek kéne az ideológiáját kidolgozni. Ja, te már itt belevetköztél, nem lesz mit. Figyelj, engem nem a buzázva az, szóval semmi buzulás, hogy a torrente a buzálás mondta. Csak MeToo nem lesz, barátom. Ez egy MeToo nélkül abúzus lesz. Ez az első. Az abúzusok de már megtörtént az abúzus, érted? Már itt engem megerőszakoltál az előbb intellektuális. Na nem intellektuális a más szempontból. Bazd meg. Komoly dolgokról kellett figyelj, volna beszélni. Figyelj, Falma, közöttük lévő szexuális aktust úgy nem, tudom elképzelni, Hanna, hogy én basználak meg, és én mit húznám magam. Köszé, Eva Braun. Róla lehetne jó mítus. De mítus a francot, ez egy tiszta... Ez a szűzi házasság volt. Na. A Führernek csak fél heréje volt. Ezt mindenki tudja. Csak segbe csinálták. Ott voltál? Előző életedben mi? Te voltál Eva Braun. És ezért születtél meg most fiúnak, mert hogy a Führer téged análisan nem elégített ki. Nem. Nem, ezt rosszul tudod, ne haragudj, nem akartalak fam kijavítani történelmi dolgokban. Ő mondta. Tudom, de nem akartak kijavítani. Hát pontosan tudod a Puzsérrel már ezt egyszer 6000 milliárdszor elmondtuk, hogy mi a tökéletes könyvcím. Hitlert basztam. Így tudom. Is tudtam, hogy te is szerzőtárs vagy. Bocsánat, ez az én kibaszott poénom még 15 év. Én értem, hogy a Puzsi volt a saját születékben. De tényleg a Robi ezzel haknizott. Ezzel egy világhírű. Neked kellett volna akkor a csillag születikbe ülni, és akkor most akkor te fárasztanál itt engem, érted? Az apun nem a Puzsér. Hát, az meg Kambodzsába. Na, de most figyelj, most a Pol Pot rezsim áldozata. Na, folytasd, maradj a DK-nál, meg maradj a mederbe együtt, hogy mi a helyzet az együttel, mesélj az együtt. Hogy látod az együtt politikai esélyeit? Igen, én is van ilyen fontos, maradjunk. Össze kellene fogni, és az LMP, ha összefogna az együtt, akkor megvennék talán a Jobbikot, hogyha Veszprémbe nem indul a DK. Veszprémbe, igen, a Kéz Zoltán visszanép, és akkor bazd meg egyszer, de kibasznék így veletek, így hozni, és akkor ezt ilyen, de ilyen monoton, tehát ilyen zsolozsmaké. Zsolozsma füzér, ilyen inkantáció, de egyébként ezt már kitalálták, hát nézzétek már a televízióban, ami megy, érted, Kálmán Olga, amikor nem én vagyok ott, azt azért hozzátenném, és akkor ott leül, és akkor mondja, igen, és akkor ez a DK, de van orbánozás, az orbánozás célja az, hogy megválaszok semmit. Hát nem feltétlenül. Megvan, mit akartam mondani. Most egy kicsit komolyan. Tudom, hogy ez most már ezek után nagyon nehéz, de megpróbálom. A lehetetlen. Mondod, hogy
a kapitalizmus, és az Orbán a legkapitalistább, ez teljesen oké. Tudjuk, ez kamu volt a multik, stb. Stb. Ezt nagyon sokan tudják. Viszont azt mondott, hogy a nemzetközi nagy tőke rájött arra, hogy most a nacionalizmus. Korábban a 19. században is rájött arra, persze, mert rájött, a nacionalizmus akkor virágzott igazán. De várjál, ma nagyon-nagyon sok ember azt mondja, olyanok, akik baloldaliak, vagy liberálisok, meg antinak... Mutasd már nekem egy rohadt embert, aki baloldali, bazd meg, de komolyan... Tamás hát Gáspár Miklós, na jó, bazd meg, a Tamás Gáspár Miklóst azt minek nem tudod mondani, bazd meg. A Tamás Gáspár Miklós jó baloldalinak, jobboldalinak, centralistának, lázadónak, anarchistának, bazd meg, a Tamás Gáspár Miklós az... Én kurvára szeretem. Szerintem intellektuálisan kibaszott erős, és én kurvára szeretem olvasni, de olyan, mint bazd meg a Szlavoj Zsizsek. Tehát, hogy annyi térfélen játszott már. Mit csináltasik? A Zsizsek? Ő olvas. Ő azt mondta, hogy ő olvas. Örülj neki. Ő vagy a TGM? Ő olvas, Zsizseket olvas. Na, van itt ember, aki olvas Zsizseket? Na, tessék! Öcsém, milyen művelt emberek ennek képesztő. Ezért ülnek az első sorban egyébként. De hallgatni nem lehet. Nem bizony. Nem lehet. Enzon! Hát ne szlovén, szon. Az meg nem épp szlovén. Lársz, hogy nem hallgatod. Szon! Várjál! Búcsú, figyelj egy picit szóval. Ide, mert most megint szétrókodtad. Figyelj, egyébként jó, mert jó a sóval, meg legközelebb bejönnek, hogyha te leszel meg itt, ha nem felejtik el. Érted, hogy te voltál itt. De ki az mondani de várjál, de nem mondtam még hozzád, na. Intéztem volna a kérdést. Na, Jézusom. Nemzetközi, figyelj, nagyon, és elakadtál, na de ki az a baloldali, de nem erről akartam beszélni, mondjuk úgy, hogy nagyon sok nagyon Orbán sok. Utáló, Orbán kritikus, kapitalizmus kritikus, stb. Mindenki azt mondja, pont mást mond, mint te. Azt mondják, hogy a globális kapitalizmussal szemben alakult ki a helyi nemzeti... Ez egy fasság! Na, erre válaszolj, hogy ez még... De tudod, mit? Várj, a mondatomat, akkor fejezd a mondatomat, érted? Hogy én... Befejezem a ma... Ez én mondatomat fejezd, de akkor befejezem. Bízek addig, és iszom a befejezem a kibaszott mondatodat. Van ez a kibaszott iskola, hogy a... Kevesebb kibaszottal. Jó, bocsánat, tehát van ez a kibaszott iskola, hogy a globális nagytőkét egy hatalmas Barcelona parti fogja letolni, ahol a helyi civil érdekek... Nem ezt mondtam. Várja, mindjárt mondom. Helyi oligarchák, meg helyi tőke. A karfiol termesztő spanyol paraszt fog találkozni a kézműves kovácssal, és ezek együtt legyőzik a világ összes baját, és szóval, hogy van ez az elképzelés, hogy a kapitalizmust azt úgy lehetne legyőzni, hogy a nemzetállamot feltagoljuk ilyen régiókra, ilyen kis összetartó közösségekre. Ezek életükben nem láttak családot. Tehát, hogy tudjuk, nem erre gondoltam, tudjuk, hogy a legminimális... Meglátogatom a lovamat. Jó, nyugodtan. Hogy a legminimálisabb, tehát a legminimálisabb társadalmi egység a család sem működik. Tehát, hogy, és ezek azt képzelik, hogy majd ez leváltja a kapitalizmust. Jó. Tehát, hogy tényleg van egy ilyen elképzelés, én kurvára nem vagyok Barcelona önállóságának a híve. Arról kell szavazni, nem, hogy a Barcelona az lehet-e ország-e a Barcelona futballklub, vagy nem. Ha jól értettem, hogy a Piqué lehet-e miniszterelnök, vagy nem. Valami ilyen nagyon fontos kérdés volt, és azok az emberek, akik szerint a tiki-taka kurva jó foci, és szeretik a meleget, azok azt mondták, hogy nagyon fontos dolog a civil társadalom. Tehát, hogy kb. Ennyire mély összefüggéseket láttam. Ezt azért el tudjátok képzelni, tehát most tegyük fel, tényleg csinálunk egy antikapitalista mozgalmat. El tudjátok képzelni, hogy egy Audi szintű szörnyel meg tudna küzdeni mondjuk egy olyan érdekérvényesítő, tési képességű kis szervezet, mint mondjuk Veszprém. Tehát el tudjátok képzelni a tárgyalást, ahol ül az Audi és Veszprém. Tehát, hogy ül egy veszprémi csávó, bazd meg, kicsit még van egy kis pörkölt szafta bajsz a végén, és így mondja, hogy hát szerintünk az nem jó, hogy a munkásoknak 23 órát kell dolgozni 3 éves koruktól. Hát szerintünk tehát talán 22 órát kéne dolgozni, és akkor az Audi mondja, hogy egyen szart. Hát jó. Tehát, hogy
Tehát, hogy ezt, tehát hogy én nem tudom, ti hogy képzelitek ezeket az ilyen mini államok, régiók, Európa, ezeket a Kardos Gábor szokta így bebaszva Badacsonyba gondolni, meg írni, így belad, hogy a régiók, Európa, ez csak egy kis belső info, ezeket a Kardos csak a csajoknak adja elő. Tehát, hogy ezeknek a felhasználási módja nem az, hogy komolyan veszed, ezeknek a felhasználási módja az, hogy csaj vagy, és el vagy ájulva a Gábortól, ahogy a Gábor, ezt hogy kitalálta, jó Gábor? Ezeknek a felhasználási módja az, hogy az ember issza a szeremleinek a borát, jaj, ez az Zeus, ez ahogy illatol, a régiók Európája leváltja a gonosz nemzetállamokat, ezeket a 19. századi struktúrákat, egyébként az álomszó a peknéi szóból jön, ami eredetileg teknőst jelentett, csak azt elvesztette a lábát, ugye? Na, tehát ezeknek a felhasználási módja az ez. Visszatérve. Jelenleg, hogyha szeretnénk az ellen tenni valamit, hogy a világ tökének 90%-a van a világ népességének, hány százalékánál? Tehát a 1%-nál van, így van, a világ tökének a 90%-a. Na, ízlegessük, jó? A világ tökének a 90%-a van, az emberek, van a világ tökéjének a... Na jó, kezditek érezni? Szerintem menni fog ez még. A világ tökéjének a... Van az emberek... Nem bassza fel az a csörötöket? Tehát az emberek... Veletek jó lesz forradalmat csinálni. Kurva jó lesz majd a molotov koktélokat is így osztogatni, hogy... Köldjétek a bassza meg, mondtam a gyabra! Kurva élet, az megvan az a történet, hogy... Azért vágjátok, hogy idehoztam ezt a csávót. Kussolj már egy picit, olyan jól szórakoztunk, nem ősztem? Vegyél be valamit addig. És akkor értitek, Gulyás Marcik vannak kint az utcán ehelyett. Pedig duplán jó lenne, mert egyrészt búcsú jó megvernének a rendőrök, mint a szart. Másrészt meg legalább lenne rendes ellenzék. Na egy picit üljél le, papa. Na, szóval eljutottunk oda, hogy vannak dolgok, amiknek fel kéne egy picit baszni az agyunkat, nem? Köszönöm, barátom. Rólad a drága jó Pirinszki jut eszembe, aki a második világháborúban a légelhárításnál szolgált egyébként. A Pirinszki János költőről beszélsz? Róla. Azt hittem a Piłsudski nevű lengyel diktátorról. Ezt senki nem hitte, és még te sem. Tudod, honnan jött ez? Visszajöttem, megnéztem a lovamat, és most elmondom. Jézusom, onnan erős finkszak is jön, ahonnan ez a történet jön. Egyébként. Szerintem magad alá durrantottál, mert az a hobbid általában, hogy az ágyban megszabolod magad. Az ellenzék az amelyik maga alá durrant, és panaszkodik a Fideszre a büdös miatt. Ó, bassz meg, hát így nem lehet választást nyerni, hogy így a finganak, bassz meg! De várjál. Hát a kurva élet, most vesztem össze önmagammal. Hát akkor hogy gyerek így választás, bassz meg! Köcsög Orbán! Gyere, támogass minket, hiszen annyira nem tudom, hogy kire szavazzak, hogy az előbb simogatta meg egy náci macskát, bassz meg! Na most mi van, Szél Betty? Ilyenkor mondjál valamit! Betty nem Betty te. Nekem Betty, jó? Mi vagyunk úgy. Aha. Na, figyusz. Pilinszky, amikor meglátogatta Emil Csorant Párizsba. Kedvenc filozófusaim egyike. Gondoltam, elég cínikus. De fasiszta volt. Elég jó. Jó, hát most Isten, ki nem volt egy picit fasiszta gyerekkorában? Én ezt pozitívunkként mondtam annak. Ugyan már. Érted, na. Ugyan már. Tehát. Például, amikor bogarakat égettél, akkor nem hiszem, hogy fel a demokratikus intézményrendszerek iránti olhatatlan szenvedély az így legyőzte volna. Bogarat égettem. Gyújtsuk fel a gecibe, gyújtsuk fel. Ezt sose gondoltam volna, hogy megosztod így a gyerekkori élményeidet, érted, és ráadásul még rám projektálod. Én sose égettem, azt te csináltad, én csak a szöcskéknek téptem ki a lábát. Na, tehát visszatérve, tehát, és akkor a Csorán azt írja, meglátogatott egy fiatal magyar költő, valami Piłsudski,
Pilinszky, Piłsudski, a lengyel marsalnak, meg a izének a Pilinszkynek a nevét keverte, és azt mondja, hogy Simon Weyről beszélgettünk, és mondom, hogy az az élveteg nő egy nagyon mélyen katolikus zsidónőről van szó, és zsidónőknél mélyebben katolikusok nem sokan tudnak lenni egyébként. Lásd, Edith Stein, Avilai Szent Terézus, mások. Hát az nem volt zsidó. Próbálkoztam. Ja, tudom, értem. Na, és akkor azt mondja, az élveteg nő, és akkor azt mondja, a legnagyobb csodálkozásomra a fiatal magyar költő rám néz, és milyen igaza van, de ezen nem röhögtök, mert bunkók vagytok, ez egy intellektuális poén volt, de ezt kéne ismerni, nagyon jó, kulturális kontextus. Egy gyerekek, egyébként nem felétek. Egy kis tapsolt, jó. Szállalom, tapsolt. Ellene. Köszönjük. De, búcsú, térjünk vissza a hülyeségekről, az alapvető. Mert elkezdted mondani, elkezdtél mondani valami, ami nem arra volt válasz, amit én kérdeztem. Én azt mondtam, hogy a nemzetközi... A nemzetközi nagy... Akkor is elmondom, hogy bármit teszel, és előveszem basszus a késemet. Vedd elő, baszki, vesz, kell a nézettség, akkor vajonet, vesz a kamerát. Hosszú kések éjszakája a Mikába. Hosszú kések, akkor nem veszed elő. Közepén hosszú kések éjszakája. Na, figyusz, azt mondtad, hogy ugye a nemzetközi nagytőke kitalálta a nacionalizmust. Rengeteg ember azt nem, mondja... Nem baj. Nem a nacionalizmust, hanem ezt a nacionalista hullám neki a legjobb, amin belül tudja a legtöbb pénzt, a legtöbb tőkét fölhalmozni, a legtöbb profitot megkeresni. Jaj, ne kelljen, már így beszéljek. Tudod, miről beszéltem? Utaltam. És te érted, amit mondok. Na! És... Mikor utaltál? Csak már itt a telefonom is. Majd utal neked, érted a sorosba, az meg hát utalt, érted. Na, innen csak lejjebb lesz, tehát csak úgy mondom. Jó, tehát azt mondtad, és ez azért nem stimmel, vagy ezt próbáld megmagyarázni és kipofázni magad belőle, mert nagyon sok nálad okosabb ember azt mondta, és azt egy tekintélyelvű érvelés, azt írta, és azt mondta, hogy ez a új jobboldali, új nacionalista hullám, ez pont a nemzetközi nagy tőke ellen jött létre, de ma, nem amit te mondtad, hogy a fűszerkereskedő, meg a karaláb éttermesztő, meg a kovács, meg nem tudom mi összefog, hanem például a helyi oligarchák versus multik. Tehát mit tudom, Csányi Sándor versus Coca-Cola Company. Ezt magyarázd meg. Na, akkor nézzük meg a legsikeresebb pillanat. Csányi Sándor a színész, vagy az OTP-s? Mind a kettő. Ugyanaz a személy. Vannak igazán sikeres emberek, bazd meg. Vannak, akik egyszerre UTP. Vannak, akik egyszerre UTP vezérek, és kúrják a dobókatát, baszki. Hát kamerába. A dobókatát a izé... Na tessék, ki nem? Te! Ki nem? Te! Hát mi nem? Lúzer vagy. Mi nem? Mi bizony pocakos, nem? És Adira hasonlítasz ráadásul megvázak száz. Na, mondjad! Ez borzasztó poén volt dobókatától, itt kérek elnézést, nem ezt érdemli. Tehát nemzetközi nagy tőke versus helyi tőke. Na, nem kis kereskedők, és nem antikapitalizmusról van szó, hanem helyi kapitalizmus. De nem értetted az előbb, se mások kezdte beszélni. Helyi kapitalizmus, várjál, helyi kapitalizmus. Nem, azon nézem, hogy mikor ér már véget ez a kurva est, és még van fél óra, bazd meg. Helyi kapitalizmus versus globális kapitalizmus. Vágod? Helyi kapitalizmus versus globális kapitalizmus, érted? Ha kapsz 3 lájkot, válaszolok. Helyi kapitalizmus versus globális kapitalizmus. Na, jó. Érted? Nem antikapitalizmus. Ezt magyarázd meg. Értem. Ezt, hogy az orbánizmus az a helyi nagy tőkének, a nemzeti nagy tőkének. Az a baj, hogy te kerülsz transzba, nem érted, hogy azt látom. Te vagy az a hisztó tízőr, aki íze. Egy esernyő vagyok, bazd meg. Na, szóval. Halljátok, bele így löccsent így a sör a szemembe. Na mindegy, ez is fontos. És ki jött a csík? Csík? Hát egy a tüdődből. Nem, na, a mindegy. Csík, az a habony. Más. Szóval, na, meg egy zenekar. Egyre több embert vesztünk, és ez kurva jó. Szóval, csak előbb véget ér a műszak. Az van, hogy nézzük meg, hogy ezen a globális skálán mely gazdaságok szerepelnek igazán hú de kurva jól. Kína.
Van ez a versenyzőnk, aki elfoglalja az első 19 helyet, mondjuk így a 20-ból. Ez Kína. Valahogy Kínát nem úgy ismertem meg, mint a helyi mészáros lőrincek általú. Tehát valahogy a kínaiakra nem az a jellem. Tehát, na, Kínáról azt kell tudni, hogy Kína... Visszább megy mindig egyen. Nem, nem, én a lényegről beszélek. Azt tudom, hogy neked olyan, mint ha valami nagyon érthetetlen dolog akkor lenne. Kína, na akkor Ázsia, na akkor földgolyó, tehát egy visszább megy minden. Tehát, jelenleg a globális kapitalizmus abban a Kínában működik, ahol nincsen demokrácia. Viszont van helyette egy teljesen más rendszer, amit úgy hívnak, hogy meritokrácia. A globális nagytőke ma egy illiberális vagy antidemokratikus országban sokkal sikeresebben megy, mint bármelyik demokratikus országban ment vagy próbálkozik menni. Nézhetünk még fejlődő, de most nem akarom a tusványosi beszédét elmondani az Orbánnak, mert az egyébként igaz. Tehát, hogyha megnézed Szingapúrt, akkor gyönyörű, sokkal durva. Ne röhögjél, baszki, nem annyira. De egymás után hozzák nekem ide a fröccsöket, de már jakem a romat. Nem bírom megínni, hogy ne beszéljek, mi? Na, tehát még egyszer, a tusványosi beszédben az Orbánnak abban igaza volt, hogy van egy egészen elképesztő fordulat. És ez a fordulat az az, hogy a gazdagság és a gazdasági prosperitás... Melyik tusványosi beszéd? Ki tudja. Tudod, ahol elmondta, hogy liberális tokaszalonnát szeretnék bevezetni? A Quimby? A Quimby is. A Quimby kurva jó, és illiberális tokaszalonnát, mert mostanában Szingapúr is menő, meg Erdogán is menő, meg a kínaiaktól se kaptam pénzt. Tehát, hogy emiatt szeretném, ezt így végig gondoltam. Kicsit magad ellen mondtál, mert azt mondtad, hogy a negyed gazdaságot Kínának adták el, és én mondtam, hogy nem, erre most Kínának nem adtam pénzt. Tehát, nem, a kínaiak... Ne csippoláskodj itt. Titeket teszem. Olvassátok el a Mario és a varázslót, érted? A csippóla, egy hipnotizált titeket, és teljesen ellentétes dolgokat mond, 5 perc múlva, és nem veszitek észre. Vágjátok? Nézd meg a telefonodat, nincs valami érdekes benne. Kusolja. És érted, amikor valaki ezt mondja, akkor kusolja, akkor egyből lemálik a csippólás, és marad a proli, érted? Kusolja, megcsaplak. Egy csóró gyereket, kicikizett kicsolja, de ez már Mónika show, bocsánat, ez nem az nem, apu. Nem, nagyon jó Balázs, volt. Nem, nagyon jó volt. Te vagy a politika-filozófia Pataki Attilája. Azt kell gondolni. Ezt kapcsoljátok, mert ez szellemes volt, ez jó volt. Éjjel. Na, elmagyarázod már azt a kurva globális nagytőke versus lokális oligarcha dolgot. Szóval a piacgazdaság az kurva jól elműködik az illiberális gazdaságokkal, vagy illiberális országokkal, lásd Kína. Tökéletesen kurva jól működik ez a dolog, tehát a jelenleg a piacon igazán sikeres szereplők azok az országok, ahol például ilyen hülyeségek, hogy jóléti állam, vagy szakszervezetiség, ilyenek nem akadályozzák azt, hogy a 11 éves kislány iPad-et gyártson, éjjel 3-kor, tehát ezek így nem basznak be, ezek a hülyeségek, hogy emberi jogok, tehát úgy nem kell ebben elszámolni. Azt tudjátok, hogyan gyártanak a kínaiak sejemvirágot? Mármint a műnövényt, művirágot? Úgy csinálják, hogy fognak egy tankerhajót, abban raknak sok-sok kínait. Ugye kínaiból sok van, tehát a sok kínai az elég sok, ugye? Ez a következtetés, bazd meg! Nem sok a hülyeségek. Sok máj, sok vese, értem. Na, tehát megérkezik a tanker, bemegy a sok kínai, csing-csing-csing-csing, mindenki így megy, hát ez egy híres kínai menés. Csing-csing-csing-csing-csing, így bemennek. Egyik se több, mint 11 éves. Mennek, ezek dolgoznak, ezek, tehát az érzitek a bennem lévő mély humanistát, ahogy előbukott. Tehát ő dolgoznak ennek az asztalnak a felénél, tehát ott rakja össze a cuccokat. A tankerhajó az elmegy szépen nemzetközi vizekre. Miért megy el nemzetközi vizekre? Talán még a kisiskolások is tudják a választ, hogy azért megy el, mert ott, ha az egész hajót felrobbantom dinamittal, azt is leszarja mindenki. Az iskolásokat? Igen. Robbantott föl? Igen. Aha. Tudom, ez hihetetlen, de... A pénzért. A pénzért. A pénz. Na, szóval ott dolgozik a sok pici kínai. Csinálja a
művirágot úgy csinálják, hogy dolgoznak 20 órát. 20 órát, az gombócból is sok, főleg munkaórából, amit művirággal művirágkészítéssel töltünk. A 20 óra, 20 órás kis etap után jön 4 óra szünet, amit elfogyasztanak a mellette lévő kartonpapíron, majd ott van mellettük, ezt tudják, jössze kicsit eszek, aztán megint jönnek, és csinálják, csing-csing. Na most sajnos a közkeletű hiedelmekkel ellentétben ők emberek, tudom, hogy ez durva, de tényleg emberek. Sőt, és valamilyen érdekes módon hosszú távon globálisan nem tűnik egy jó életkilátásnak az, hogy azért, hogy a kibaszott hülye nagynénéd bazd meg, amikor évente, 5 évente egyszer kimegy a temetőbe venni egy kibaszott gusztustalan műrózsát bazd meg, de nem hajlandó érte 423 forintot fizetni, csak 279-et bazd meg, mások megdögöljenek egy kibaszott tankerhajón, mintha ez nem tűnne egy olyan kurva nagy globális dílnek. De mégiscsak erről van szó. Mert azt kell lássatok, kedves feleim, hogy az összes ideológia jobb oldal, meg bal oldal, meg fanféle fene tudja, mi a fene furni fáré. És a többi csodálatos szín a naptárba, az mind azért van, hogy a végén te ne 324 forintért vedd meg az akciós tampon felrakó kézi szettet, hanem 224-ért. És mivel drága szívem tettől el vagy ájulva, hogy most milyen fantasztikusan kurva jó áron jutottál hozzá ehhez az asztráltes birizgáló szemöldök picekhez? Te, pontosan te. Te tetsz mindenről, én tudtam végig. Itt voltál, baszd, te egy hologram vagy? Na mindegy. Ezért a rendszer megy tovább. A piac láthatatlan keze egészen pontosan látható. A piac láthatatlan keze éppen óriási high five-okat osztogat Erdogannak, Kínának, Szingapúrnak, Dél-Afrikának, ilyen csodálatos afrikai rezsimeknek, Szaúd-Arábiának. Az nekem nagyon tetszett, amikor Trump elmondta, hogy ekkora faszom van, vagy ekkora, ki tudja. Tehát, hogy ezután elment, és kötött Szaúd-Arábiával, kismokusok jelentkezzenek, akik tudják, hogy hány milliárd amerikai dollárról kötött fegyverüzletet Szaúd-Arábiával a Trump. Sok. 90. Azért tessék kapaszkodni, mert Szaúd-Arábia, aki egy vahabita. Kézlevágós, igen. Nem az a lényeg, hogy ők hülyék, hanem ők járulékosan hülyék. Tehát, hogy az összes többi mást is hülyévé teszik. Ők azok a csávuk a partin, tehát rendez egy házi bulit. Véletlenül feljön ez kihet, de bazd meg 30-an vannak. Hát faszt érdekel. Jó, van, ott vesz ki, ilyen valók. És ki faszt érdekel. Jó, nem piszi, de most mi a faszt csináljuk most? Na, most nem fogom el, Peti, ne legyél már itt, érted? Hagyjad a faszba. De vannak azok a csávók, akik megjelennek, és ilyen, ilyen. Hallod, az látod, hogy mekkora óra van annak a srácnak. Tehát, hogy ez a, meg hallod, adok neked 30 ezer forintot, ha leféled azt a gyereket. Tehát, hogy ez a Szaúd-Arábia, Szaúd-Arábia az úgy született, mint ország, hogy voltak ilyen kattancsávók, akik addig lövöldöztek, hogy inkább kaptak egy országot, csak ne kelljen velük foglalkozni. Ez lett, Szaúd-Arábia így jött létre. Ó, Allah, őt is megöljük. És akkor egy idő után mindenki mondta, hogy jó, most mi a fasz csináljunk, tárgyaljunk velünk? Hát nem lehet velük tárgyalni, mert ennyi a tárgyalás, jó, de mi a fasztok? Jó, oké. Figyelj, az nem lehet, hogy ezeket így körbe kerítjük, és azt mondjuk, hogy minden, mostantól minden jó. Na, tehát ez Szaúd-Arábia, az így kezdődött, ezzel kötött a Donald fucking motherfucking Trump testdublőre egy 1,9 milliárd dolláros fegyverüzletet. És erről nekem mindig a idősebb, meg az ifjabb Bush jut eszembe, amikor azt mondták, hogy hát Irakban, meg a Közel-Keleten tömegpusztító fegyverek vannak. Tömegpusztító fegyverek. Majd aztán a mikrofon valaki letörni. És kérdezték, hogy honnan tudod, hogy tömegpusztító fegyverek vannak Irakban? És akkor mondta a Bush, hogy hát megnéztem a számlát, you know. Ott volt rajta az aján. Tömegpusztító fegyver. Tegnap ment ki. Tegnap eladta, hogy ki vesz a tömegpusztító fegyver.
Most erre átadja nekem a szót a köcsög, de nem válaszoltál a kérdésre. Előadtad azt, amit szerintem otthon begyakoroltál. Sok év alatt a tükör előtt rendben van, jó voltál, szép voltál, megdicsértünk, megtapsoltunk. Fasza voltál, jó. De kérdeztem valamit. Te állítottál valamit, és arra föl... Erre meg elmegy. Megnézi a lovát a buzi. Szóval, ugye én azt állítottam, hogy előadta a Trumpot Szaúd-Arábiába. Jó, mindenki nagyon utálja a nemzetközi nagytőkét, én is, teljesen világos. A kis kínai gyerekeket nagyon sajnáljuk. Szét, nem, oké, mondta, hogy náci, rendben van. Értem, de gondolj abba bele, hogy mit tudom én, húslevest is lehetne belőlük főzni, erre fölrobbantják őket a tankerhajón. Tehát azért nem teljesen ugyanaz a dolog, kárba ment egy csomó hús. Tehát azért én engem az anyukám takarékosnak nevelt, és nem szeretem a pazarlást, úgyhogy... Ja, Istenem, ez már erőltetett, maradjunk a húsnál. Tehát a gyerekmunka meg egyebek, tehát hogy 16 órát dolgoz... 20 órát? 20. De ez egy Sánta Ferenc novella a 20 óra, én úgy tudom, és még Fábri filmet is rendezett belőle, szerintem ezt összekeveri. 20 órát dolgozni egy gyereknek, max. Egy hétig bírja, de hát mondjuk sokan vannak, ez igaz, tehát így belegondoltam tényleg. Tehát lehet, hogy igen. És egymást meg is főzhetik, és meg is ehetik, és szappant is főzhetnek belőlük, és azt megihatják. Már ilyen filmet is láttam, ez a, nem is tudom, ami ott valami. Ilyen mutáns, vagy izéket, ilyen klónok megették egymást, ez volt a lényeg. Tehát ez a jövő kapitalizmusa. Na, mindegy. És most a francot akartam mondani. Na mindegy, de eszembe jutott, hogy azt magyarázta itt a jó ember, aki jön vissza, és nem fog válaszolni megint valami stand-upot elő fog adni, és nem mondja meg, hogy mit gondol. Hogy azt szokták mondani, itt nem lehet dohányozni, ki leszel tiltva örökre, érted? Az a kérdés, hogy globális nagytőke versus lokális oligarchák. Mert az Orbán, kapcsán, meg a többiek kapcsán azt mondják, hogy van ilyen, hogy, mert te azt mondod, hogy minden a globális nagytőke, és azt mondja, de most tényleg egy picit erőltesd meg magad. Erőltetem. Erőszakold meg magad, no. Kurcsek, úgy van, magad, szobd le magad, de figyelj ide, amit mondok. Érted? Úgy van, hogy mondjam végig! Kérdés! Nem! Nincs kérdés! Én beszélek! Pontosabban én kérdezek! Mert ez a dolgom, hát ezért fizetnek. Na, figyelj! A alkoholista állat. Na, tehát, hogy a... Azt mondja, ki, hogy... Hozz egy sört, annak bemondom. Egyik rosszabb, mint a másik. Basszus, és hogy megvoltam, ez, hogy jaj, nem a Puzsér. Nem a Puzsér. Tehát nem a Puzsér. Jaj, Istenem. Nem a Puzsér, tapsoljuk meg azért, jó? Na, várjál. Figyelj, búcsú. Tehát, azt szokták mondani, hogy ez a Orbán jelenség, ami nálunk az Orbán jelenség, és sok más helyett, az a amit nemzeti oligarchának, meg nemzeti tőkének szoktak nevezni, hogy ezek az új nacionalizmusok a nemzeti tőkének az érdekét védik, szemben a multikkal és a globális nacionalizmussal. Például van a protekcionizmus. A Trumpra azt mondják, hogy amerikai protekcionista nem. Szemben, érted? És te pont mást mondasz, nem, amit az okos emberek mondani szoktak. Na, erre válasz. A Trump protekcionizmusa egyébként annyiban megsüvegelendő, szerintem a Trumpnak abban teljesen igaza volt, hogy megfogta a pinákot. Tapsot, ez nagyon jó volt. Nagyon jó volt. Szállalok taps, nagyon jó volt. Na tehát. Szóval, Trumpnak abban egészen elképesztően igaza volt, hogy ez kurvára nem oké, hogy én, mondjuk én vagyok az Apple, és én fogom, és azt a nyomorúságot, ami avval jár, hogy az ember legyárt egy teljesen fölösleges okostelefont, azt a nyomorúságot, azt én átruházom egy másik országra. Tehát én úgy döntök, hogy a okostelefonból bejövő bevételt azt szeretném magamévá tenni, viszont az ebben járó ilyen
piszkos munkát, hogy ezt így össze kell szerelni, meg kell hozzá ásványanyag. Azt tudjátok egyébként az okostelefonokhoz az egyik legfontosabb ásványi anyag az Afrikában van, és évente ilyen több millióan. A Nokia-s cuccot mondod, mi? A Wolframról beszélünk. A Wolfram az a izzó a izébe. Mit tudom én? Mit tudok én? Hát akkor meg ne dumáljunk. Tartár. Tartár. Az. A mobiltelefonokban lévő tartár. A híres tartár. Az, amiatt halnak lehes Afrikába, amikor a légy beköpi a gyereknek a szemét, az a tartármártás miatt. Na, szóval visszatérve. Szóval szerintem a Trumpnak abban kurvára igaza volt, hogy az rohadtul nem működik, hogy én így fogom, és a tőkét azt így házon belül tartom, a kibaszott nyomorúságot, meg a kibaszott ebben járó munkaerőt, azt meg kiszervezem. Mert hogy ugye ezt csinálják az amerikai multik, egyszerre a munkát és a nyomorúságot szervezik ki, azt is tudni kell, és ezért mondtam azt, hogy vannak ilyen globális témák, amik fontosak, hogy ma a munka csak nyomorúság állán fenntartható. Ma nincsenek munkák, tehát mindannyiótok munkája gecire kártékony a világra nézve valószínűleg, ha csak kiröhögött. Na nekem milyen munkád van? Na, aki olyan nagyon nagyokat röhögött. Kinek van használható munkája? Kinek van értelmes nekem, munkája? Jó, nekem. Hát nekem a te munkáidat ismerjük, úgyhogy az nem képezi vitatárgyát. Bocsi, én azzal, hogy nem dolgozom, ezzel hasznot hajtok a világnak, és ezért kérek fizetést. Tehát én pont, hogy értem... Te bazd meg, a filozófia Ferenc Károlya vagy, úgyhogy maradj csöndbe. Jelentkezzen valaki, bazd meg, akinek értelmes munkája van. Jó, na mi tessék, van? Barátom, tessék, gyere, mit csinálsz? Gyere, nem értem. Megiszod az italomat? Ő egy gépészmérnök. Tarnasid, fizessen neked itt a... Milyen gépeket tervezel, mint gépészmérnök? Most a Bosnál, de voltam három hónapig Kínában. A Bosnál, a drága jó Bosnál. A Hieronymus Bosnál. A gyerekmunkákat már a Hieronymus Bos megfestette, azt láttátok. Az a kapitalizmus, amit Hieronymus Bos megfestett. És ott mit csináltál Kínában a Bos megbízásából? Nem, az másik, az kínai cég. Jaj, értem, jaj, az egy kínai cég. És mit csináltál, mit gyártottál? Autólámpákat. Autólámpát, végre egy hasznos munka. Mindenki tapsot az autólámpa gyárosta. Autólámpa. A BMW is hogy a faszban nem fog indexelni, hogyha ő nem gyártja le az autólámpát, amit soha nem fog használni. Nagy tapsot a kollégának, aki legyártja a lámpát, amit soha nem fognak használni. Jassz. Na, szóval. Kínai gyerekeket nem ütnek el, érted? Nem védheti meg, itt nem védnek senkit. Igen, itt ez farkasnak farkas a farkas. Rémondás szerint. Pontosabban kikérem magam a farkasok nevébe. Ember, ő azért dolgozik, hogy működjön a lámpa kínaiaknak. Na hát, bazd meg. Index. Beszélünk. Index. Na, tehát volt Szithátra. Az Index. Meg volt József Attila, de te meg azzal foglalkozol, hogy működik a féklámpa kínaiaknak. Köszönöm. Ahelyett, szépen, hogy elmennél a hegyekbe meditálni, vágod? Tehát még egyszer... Tessék elmenni a hegyekbe meditálni, ahelyett, hogy a nemzetközi nagy tőkének, a burzsuáknak a izét faszát szopod. Jézusom, miket mondok, nem ezt mondtam, az ő szekerüket tolod. Csak pár millió kínai hal meg az autóbalesetben. Pontosan, mert a te féklámpáid. Nem akarom mondani, hogy meghalnak a kislányok, és kárba vesz a hús. Jó, tehát jelenleg az van, hogy a munkák nagy részére semmi szükség, és ez egyre inkább így lesz. Az emberekre se. Ezt van, nem is példázhatnád jobban. De hogy ugye, alakulnak folyamatosan ezek a trendek, és közben folyamatosan ennek az Apple nevű szargyárnak minden évben ki kell adnia egy borzasztóan unalmas prezentáció környezetében az, hogy és itt van egy mobiltelefon, és ez most azt tudja, hogy ha itt megnyomom, és nem kapcsol be, akkor ha itt megnyomom, akkor bekapcsol. Na, kurva jó, nem? Jó, nekem egyébként meggyőződésem, hogy a Huawei 3 éven belül lenyomja az Apple-t, ezt tartom ezt a fogadást. Már lenyomta. A második legnagyobb, Samsung után második legnagyobb gyár. Barátom, nem biztos, hogy érted a szavak jelentését. A lenyomta és a második, az nem biztos, hogy egy kontextusban való, de semmi baj.
No, tehát azt azért látni kell, hogy a munkával járó kín és emberi nyomorúság, mert ma már csak kurva nagy emberi nyomorúság és kín által, ráadásul felesleges emberi nyomorúság és kín segítségével tudunk előállítani felesleges szart. Ezt hívják kapitalizmusnak. Tehát kurva nagy felesleges kín és szenvedés létrehozza a felesleges rövid életű szart, amit fogyasztasz kedvetlenül és depressziósan. Ez a rendszer lényege, ugye, kérem szépen. De hát ez a jó, és már eltörték. Köszönöm a tapsot, köszönöm. 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 De búcsú, de hát szóld miért van? Azért, mert jó vagyok. De nem, amit elmondtál, ez azért van, mert itt tulajdonképpen egy olyan folyamat zajlik, ami az embert le akarja végre cserélni. Érted? Egy semmilyen Zsoltra, úgy kell. Jó, nem erre gondoltam, de lehet, hogy ő is. Tehát van az Equitor nevű kozmikus vírus, amit egyesek szellemnek neveznek. Ez egy bolygóközi intelligencia. Hú, bazd meg, lehet rossz, mit hírja. Ez tiszta. Tiszta. Remélem, mosószert nem adsz el nekem emelemrendszerben. Hogy... Már ezzel poénkodtál a Puzsérnak is, hogy neked nincs mosóporod. Neked nem telik mosóporra. Ezt mondtad két évvel ezelőtt, emlékszem. Semmire nem emlékszem, de arra, hogy neked nem telik mosóporra, bazd meg, erre tisztán emlékszem. Itt ültem harmadikként, a Puzsér meg ez, a két állat, itt összebasztak, én meg itt ültem, érted? És néztem a két dinoszauruszt, érted? Én az emlős, és erre, érted, de kámptelik mosóporra, ez volt a izé. Erre adjak neki mosóport. Hát nem adok, én filozófiát adok, érted, én szellemi ember vagyok. Az Equitor nevű kozmikus vírusra akartam beszélni, most már nem beszélek, érted? Tehát, de félek, hogy akciós izé, kriptovaluta is lesz itt a végén. Ráfordulunk így az est végére, hogy egyébként, hogyha beléptek a lába, nulla információ, figyelj! Szerintem az utolsó hátralévő percekben szerintem a legeslegkomolyabb dolgokról beszéljünk. Gyurcsánynak és a DK-nak hány százaléka lesz a összefogásban. Érted? Jó. Szerintem ez egy méltó befejezés, érted, a Gyurcsány és a DK-nak. Ha trash, akkor legyen nagyon trash. Ebben nagyon igazad van. Fam, ebben kurvára igazad van. Szerintem következő jó forgatókönyvek vannak a választásokon. Az egyik forgatókönyv az, hogy bojkotáljuk a választást, tehát senki nem megy el, csak az a néhány kibaszott Fidesz szavazó ott elmegy egyedül, és kibasz... Mi? 3 millió? Az anyád 3 millió. Anyád lát 3 milliót, a szeretőiből lát 3 milliót minden vasárnap, barátom. Én kérek elnézést a... Nem mondom, hogy barátom és kollégám, mert nem az a meghívott vendég, akit nem ismertem eddig, csak ajánlották őt az ő nevében. Tehát szerintem ez az egyik jó forgatókönyv, a másik jó forgatókönyv az következőképpen néz ki, mindenki érvénytelen szavazatot ad le, aki csak tud. És a harmadik... Egy faszt rajzol bele a izébe például, amit csinál. Mindenki azt rajzol, amire gondol, amit vágyik, amit kíván. Jó, a harmadik jó forgatókönyv... Hát egy úcit mondjuk, tehát érted a... Hát most már lehet helyesbíteni, tudod, csak... A Freud meg ott köhög a sarunk. MeToo! Figyelj, te láttam veled az Inter, ki csinált azt a MeToo-s szart? Kurva unalmas volt, nem bírtam végighallgatni, csak... Mert fontos dolgokról volt szó. Belenéztem, de ne írjuk neked a lényeget egy SMS-be, jó? És figyelj, de figyelj, azt nem lehetne, hogy izé, hogy így a Me Too ilyen izé... Me Too... Ilyen reklám, értitek? Azt is lehetne, de szerintem most... Ilyen szappan reklám, vagy Dezador reklám. Me Too... Me Too... Értitek? Me Too... Úgy érzem, hogy neked még a Duna TV komoly esélyed van. Duna TV-n a faszba, az meg az RTL klubnál minimum. Én azt gondolom, hogy neked a Életpercek című műsor narrátoraként... Azt gondolom, hogy 1970-es években egy vitornás fotókat kibaszott jól tudna narrálni. Na, szóval... A harmadik jó picsáját fölment a bor az orromba. A harmadik jó forgatókönyv szerintem.
mindezek után. Harmadik jó forgatókönyv, és ez a legjobb forgatókönyv, és szerintem mindenki, aki szívében őszinte ezt alá fog írni, azt még és egy gyurcsány. És még 5 perc van. Még egy gyurcsány. Gondoljatok bele, még egy gyurcsány. Megjönne újra Fletó, és az lenne a jó, senki nem venné komolyan, semmi, se ő. Tehát én azt mondom a gyurcsányban, hogy akárhányszor megszól, látom a fején, hogy ezt már ő se hiszi. Tehát, hogy megjönnek, tehát, hogy a Fletó az pályán kívül játszotta magát. Tehát a Fletó onnan beszél, ahonnan az igazán nagy zenmesterek. Tehát, hogy igazából ő is tudja, hogy hazudik, te is tudod, hogy hazudik. Tehát, hogy ő a paradigmán kívül van. Ezért mondom, hogy 4 év Fletó, az geci szórakoztató lenne. Az a baj, hogy elbaszták az Orbánék az EU-s források nagy részét. Ha a Fletó nyer, én a minden követ meg fogok mozgatni, hogy kapjon még a Fletó egy olyan 7-8 ezer milliárdot, mert egyszerűen kíváncsi vagyok, hogy mi lesz. Gigantikus kurva nagy Darth Vader szobor, bazd meg, a vár helyén. Egy kurva nagy sajtos tejfölös lángos, bazd meg, a hősök teré. Szóval azt gondolom, hogy Fletóval nem lehet ezt csinálni. Egy újabb svájci frank alapú hitel, érted, és mész a híd alá. Tehát ez egyébként romi, teljesen romi. A hidat eladja. A hidat eladják. Itt a pontos, a híd el van adva. El van adva. De az már el van adva. A híd. Igen, meg Svájc is egyébként. De most komoly? Persze, a Svájc is a zsidóké, azt nem tudom, tudod el egyébként. Hát, de én azt hittem, hogy minden az övéké, hát akkor nyilván Svájc is. Nem, most már csak Svájc. Tehát ideig minden volt, de most már csak Svájc. A kínaiak megvettek mindent, csak Svájcot nem. Aha. Azért nem, mert magasak, és a kínaiak alacsonyak, és nem tudok felmenni a hegyre. De figyelj, ismered azt a viccet, hogy kús. Ne bánsd neki. Tőled tanultam. Ismered azt a viccet, hogy 2050... Jó, ez jó. Te szarok. 2050, kurva jó. New York. Ezt a karácsonynak mondtad már, ez nagyon jó. Egyébként nem aspirálok az MSZP-be, meg keveset fizetnek. Ezé. New York a mennyei birodalom fővárosa. Két kínai bankár beszélget. Megszólal az egyik. Monte Kón. Zárjunk, jó? Szerintem ez volt az apu, azért hiszik, mert te sírsz. Úgyhogy azt akartam mondani, mert te írsz, de te sírsz. Úgyhogy köszönjük szépen, fizessétek nekünk sok sört. Jövő héten már Puzsér Robi barátommal, úgyhogy... az ellenkampány. Na, köszönjük Bulcsúnak! Na, mi akartál kibaszolni, hogy faszolhatom, de mindegy.